Sziasztok! Köszöntjük nézőinket és vendégeinket. Ez a MAD projekt Waldorfos Méretek című beszélgetése. Az ötlet, hogy ez az alkalom létrejöjjön, ez az online Waldorf Edukáció Waldorf után című beszélgetése után merült fel, ahol sok olyan téma, illetve kérdés felmerül, amiről úgy gondoljuk, hogy érdemes lenne kicsit többet is beszélni, illetve utána járni azoknak a kérdéseknek, ami ilyen waldorfos ajánlások és szabályok mögött rejlenek, hogy pontosan mi az oka, hogy bizonyos dolgokat úgy kérnek a Waldorfban, mondjuk a szülőktől, vagy bizonyos dolgok úgy vannak az iskolában, és szerettünk volna ezeknek jobban utána járni. Így jött létre ez a mai esemény, és vendégeink ezúttal Waldorf pedagógusok, végzett waldorfos diákok, illetve Waldorf szülők, van, aki mindegyik egyszerre, ezt majd megtudjátok a bemutatkozásnál. Ez az említett beszélgetés egyébként megtekinthető a YouTube csatornánkon, úgyhogy ha valaki lemaradt róla és érdekli, akkor Waldorf után címmel megtalálja. Néhány hasznos tudnivaló még. A videó megtekintése ingyenes, viszont ahhoz, hogy ilyen előadásokat, beszélgetéseket tudjunk szervezni, profi stábra van szükségünk, ami költségekkel jár. Úgyhogy szeretnénk kérni, hogy ha tehetitek, akkor támogassatok minket, hogy jövőben is tudjunk ilyen beszélgetéseket szervezni. Az ajánlott adomány az 1000 forint, természetesen ennél kevesebb vagy nagyobb összegnek is nagyon örülünk. A képernyő alján, illetve a videó leírásában megtaláljátok majd a részleteket erről. A mai beszélgetést én fogom vezetni, Demény Fefe sajnos nem tudott most eljönni, úgyhogy most én leszek a műsor vezetője. Én Molnár Blanka vagyok, és végzett waldorfos diáként vagyok jelen ebben a beszélgetésben. Én a Fóti Waldorf iskolába jártam óvodától érettségéig. Vendégeink pedig, sziasztok! Deli Orsolya 2004-ben érettségizett, ha jól tudom, a Pesti de Fóti Waldorf iskolában, és most két Waldorf iskolás és egy Waldorf óvodás gyermek anyukája. Galsai Zsolt, szintén a Hidegkúti iskolában végzett waldorfos, és ebben az iskolában osztálytanító, illetve két Waldorf óvodás apukája, és hamarosan Waldorf iskolás szülő is lesz. Karkus Otto pedig osztálytanító, Botmer és térdinamika mozgástanár, illetve fizika-matematika tanár is a Solymári Waldorf iskolában, aminek egyébként alapító tanára is. És tőle akár több előadást is hallhatatok már más rendezvényeken, például a temperamentumok témakörében, úgyhogy reméljük, hogy erről is akár most hallhatunk a témákhoz kapcsolatban egy-két érdekes vagy fontos tudnivalót. Köszönjük, hogy eljöttetek, és szeretnénk egy kicsit jobban megismerni titeket ennél a néhány gondolatnál, úgyhogy szeretném kérni, hogy mutatkozzatok be néhány mondatban, és tudnátok-e arról mesélni egy kicsit, hogy hogyan kerültetek kapcsolatba a Waldorffal, hogy lettetek Waldorf tanárok, szülők, illetve aki waldorfos diák volt, hogy mennyire volt evidens, hogy waldorfos diákként, hogy a gyerekeiteknek is ezt az iskolát választjátok. Sziasztok, Deri Orsi vagyok, ugye 2004-ben érettségiztem a Pesti de Kuti Waldorf iskolában, Zsolttal együtt osztálytársak voltunk. Én utána 3 év egyetemet végeztem, és utána rögtön elkezdtem dolgozni, onnan pedig elmentem Gyesre, és azóta is főállású anyuka vagyok. 2011-ben született az első gyermekem, és 2,5 éves kora óta tulajdonképpen Waldorf gyermek, mert hogy akkor már elkezdett óvodába, baba-mama csoportba járni. Utána 3 év odvoda, és 2017 óta iskolás Pesti de Kuton, illetve a második gyermekem, ő is nyilván Waldorf óvodába ment, ő 2020-as évben, tehát most elsős, most kezdte ő is az iskolát, a legkisebb pedig 3,5 éves, és ő most kezdte az óvodát. Én nekem teljesen evidens volt, hogy Waldorfba fognak járni a gyerekeim, hiszen miért ne? De hova máshova? Annyi rossz tapasztalatom van a környezetemben. Iszonyatosan sajnálok nagyon-nagyon sok kisgyereket állami iskolába, és az ő szüleiket is, hogy ők miken mennek keresztül emiatt. Én mondtam, hogy biztos, hogy nem szeretném állami iskolába adni egyik gyerekemet se. Ez ugye eléggé egyértelmű, hogy mivel nekem jó volt,
nekem evidens volt, hogy Waldorfba járjanak a gyerekeim. Az már más kérdés, hogy a páromnak mennyire volt evidens, hogy Waldorfba járjanak a gyerekeink. Ő nem Waldorfot végzett, viszont 10-11-es korom óta ismerem őt. Tehát ő azért már úgy belecsöppent az utolsó Waldorfos éveimbe. És eleinte volt egy ilyen megegyezésünk, hogy jó, de ha mondjuk két gyerekünk lesz, akkor az egyik mehet Waldorfba, a másik meg államiba, és akkor majd összevetjük a kettőt. Persze, teljesen életszerű. Na nem így lett, úgyhogy most már neki is teljesen egyértelmű. Nem volt egy rossz ötlet. Összehasonlítani a kettőt, hogy vajon. Igen, 2004-ben érettségiztem, én is hidegkúton. És az Arsinak a középső gyermeke most éppen az én osztályomban jár. És az ottól az előző osztályom, az pedig párhuzamosan vittük, úgyhogy mind a kettőjükkel van valamennyi kapcsolatom. 2004-ben érettségiztem hidegkúton, utána én, ha már a burokról fogunk majd beszélni, akkor azért, hogy a burokból kilépjek, én az ELTE-re jártam politológiára, és néhány évvel az érettségi után világos lett, hogy én igazából tanítani szeretnék. És akkor az evidens volt, hogy Waldorf iskolában. Úgyhogy én akkor elmentem a solymári tanárképzésre, és ott nappali képzésen lettem osztálytanító. Ez 2010-ben volt, és akkor utána kimentem Angliába egy évre, egy Camp Hillben. Voltam önkéntes, és onnan azért jöttem vissza, hogy hidegkúton elsős osztálytanító legyek, úgyhogy beivittem ott egy osztályt, és volt egy szabad évem, és aztán utána most a második osztályomat viszem, akik most elsősök, és igen, van két gyermekem, és mindjárt születik a harmadik, és mind a ketten Waldorf óvodába járnak, és most nyilván, tehát, hogy én Waldorf iskolába jártam, ott tanítok, a feleségemet a Camp Hillben ismertem meg, tehát, hogy igazán ő nem járt Waldorf iskolába, de hogy nem volt igazából sose kérdés az, hogy a gyerekeknek ezt szeretnénk. Úgyhogy ez egyértelmű. Köszönöm. Attó? Hát én 1979-ben érettségiztem, és én nem akartam tanár lenni. Én csillagász szerettem volna lenni kisgyermekkorom óta. De hát különböző okok miatt azért a pedagógia, vagy az egyetlen az ember az érdekelt. Tehát, hogy nő föl. Találkoztam pszichológiával, és akkor ez elkezdett érdekelni. És hát 30 évvel ezelőtt édesanyáméknál, akihez járt a nőklapja, a nőklapjában olvastam egy cikket a Solymári Waldorf óvoda megnyitásáról, és akkor volt egy ilyen nagy homokfal, ahol a gyerekek másztak, ástak, és akkor nem laktunk messze. Úgyhogy egyszer oda mentünk az óvodába. És akkor kiderült, hogy abban az időben még havonta az óvónők tartottak ilyen nyílt szülői esteket, ahova mindenki elmehetett, és ott beszéltek a pedagógiáról. És hát nyilván az először, nem tudom, aki járt Waldorf óvodában, tehát bemegy egy Waldorf óvodába, az az embert megérinti. És akkor volt egy ilyen érzés, hogy lehet nekem valami közöm van. Úgyhogy mi elkezdtünk oda járni a feleségemmel, mert akkor már ugye volt két gyerekünk, hogy lassan már óvodás lesz majd az egyik, hogy talán akkor az óvodába mehet. És aztán én elkezdtem, mert megtudtam, hogy ennek köze van az antropozófiához, elkezdtem az antropozófiai társaságba járni előadásokra, aztán találkoztam a Botmer gimnasztikával, és jött egy helyzet, úgyhogy én egy apuka voltam a Solymári Waldorf óvodában, aki gyakorlatilag senkit nem ismert. Annyit csináltam, a nyári ünnepeken húztam azt a hajót, amin a cseresznye, ott volt a cseresznye, és legnagyobb megdöbbenésemre megkerestek, hogy nem akarok-e osztálytanító lenni, úgyhogy én életemben két évet tanítottam középiskolásokat, Waldorf iskolát se kívül, se belülről nem láttam, semmilyen ismeretem a Waldorf iskoláról nem volt, és akkor azt mondtam, hogy hát kezdjük el, ugye emlékszem erre, hogy voltak ilyen feltételek, hogyha összegyűl legalább 18 gyerek, milyen körülmények között kezdjük el, és akkor ott ültünk augusztusban, 8 család, meg én, és akkor döntsük el, hogy mi legyen, és akkor azt mondtuk, hogy vágjunk bele, és amíg élvezzük, addig csináljuk. Tehát ilyet ma már sajnos nem lehetne csinálni, hogy így elkezdeni egy iskolát, de hogy ez még ez a hőskor volt, és akkor én párhuzamosan kezdtem elvégezni a tanárképzést, és így szépen belenőttem ebbe. És hogy mivel középiskolai tanár vagyok a végzettségem szerint, és ugye én alapító tanár voltam, ugye fölmerült a kérdés, hogy mi lesz majd, ha nyolcadikosok lesznek, mi legyen nyolcadik után, és akkor ott szintén
azt döntöttünk valamit hatodikban, hogy akkor megpróbáljuk, hogy kiépíteni, hogy megyünk tovább, és akkor én velük maradtam, tehát 13 évig együtt voltam velük, tehát én tanítottam meg őket írni, olvasni, számolni, és aztán én ültem az érettségi bizottságban is, aki ott volt és érettségiztette őket. Nagyon érdekes 13 év volt szerintem, és én mondtam, 8 kisgyerekkel kezdtem, és aztán még ott voltam, miután az osztályom kiment, tehát 13 év után még 3 évig középiskolai tanár maradtam, aztán egy évet pihentem, és elkezdtem egy második első osztályt, ami a Zsolttal volt párhuzamos, ugye már nem 8-an voltak, hanem 35-en, és akkor őket is végigvittem, és most ők tizedikesek, és most is velük tudtam maradni, tehát osztálykísérők vagyok, matematikát, fizikát, meg testnevelést tanítok még. Köszönöm, ilyen izgalmas utak. Azon gondolkoztam közben, hogy mondtátok, hogy legtöbb esetben azért evidens volt, hogy a Waldorf, de hogy tudtok esetleg egy-két példát, vagy gondolatot, vagy egy képben megfogalmazni, hogy mit jelent számotokra a Waldorf, ami miatt mondjuk nem egy másik alternatív iskola, mondjuk Orsi mondtad, hogy állami nem, hogy van-e valami, amit most nagyon, tudom, ez nagyon nehéz kérdés, de hogy esetleg, vagy egy ilyen dolog, ami számotokra így nagyon fontos, és mondjuk a Waldorfnak sajátossága. Ha csak egy ilyen, lehet egy ilyen gondolatot kérni. Most kezdem én, hogy tudjanak gondolkodni. Tehát én az elején nem Waldorf iskolát akartam, sőt én pont fordítva gondoltam, hogy ott jól mennek a dolgok, oda minek menni tanítani. Oda kell menni, ahol baj van, tehát én államiskolában szerettem volna. Csak olyan korlátok van, hogy nyilván ebben bennem, hogy a matematikát tanítani, ahol érettségi van, tehát ez teljesen más. Tehát egyszerűen nem lehetett, nem tudtam azt csinálni, amit szeretnék. De hogy a Waldorf iskolában én azt találtam meg, hogy legalábbis számomra én értelmesen tudok tevékenykedni. Ugye a király lustája nem azért fáradt nagyon, mert hogy nem csinál semmit, hanem azért fáradt, mert amit csinál, az tökéletesen értelmetlen. És hogy itt ez az iskola típus, az lehetőséget ad nekem arra, úgy érzem, hogy értelmesen tudjak dolgozni, szabadon tudjak dolgozni, és az emberről egy olyan képet ad, ami számomra egy teljes kép, mint egy testi, lelki, szellemi lény. És ezért gondolom, hogy nekem ezért fontos. Nem tudom, hogy ez mennyire a Waldorf sajátosság, ami most így eszembe jutott, de hogy annyira szoros a kapcsolat a tanár, a diák és a szülők között, hogy tulajdonképpen ettől annyira olyan családias a légkör szerintem, hogy igazából én, mint szülő, teljesen jól belelátok abba, hogy mi történik a gyerekemmel bent. Visszajelzést kapok a tanártól, ő is vár tőlem visszajelzést. Igazából hát ennyi, hogy ennyire jól tudjuk a gyerekeket végigkísérni, szülők is, nem csak a tanárok. Nehéz, mert azon gondolkozom, hogy mit adott diákként, az messze van, vagy szóval azóta már egy csomó minden felülíródik nyilván, mint tanár, más látok, mint diákként, de hogy diákként nekem ami a legfontosabb volt, az a közösség. Tehát az, hogy egy olyan közösség tudtunk lenni, akár az osztály, de igazából az egész iskola, ami megtartott, ami otthont adott, ami az egész biztonságot adta szerintem gyerekkorra, és aztán később is, tehát hogy akár a kamaszkoromra gondolok, de utána is, tehát az érettségi után is egy összetartó osztály voltunk. Most is azok vagyunk amennyire, de hogy ez fontos, és ez ritka. Tehát hogy az, hogy egy ilyen közösségi élménye van valakinek, manapság az ritka, egy ilyen nyire összetartó osztály 15 éves érettségi találkozón is még úgy tudtunk együtt lenni ottalvos buliban. Tehát, hogy egy igazi, igazi jó közösség. És nyilván pedagógusként még nyilván egész más, mert ott már egy kicsit más szempontból nézi az ember. És nyilván, amit az Otto elmond, az nagyon fontos. Tehát az, hogy a gyerekekkel vagyok, és hogy az, amit csinálok, annak van értelme, az önmagában egy kuriózum. mert hogy teljesen egyértelmű, hogy emberekkel foglalkozol, gyerekekkel foglalkozol, akik nőnek, változnak, lehet őket figyelni, családok életében vagy benne, és velük dolgozol együtt, szülőkkel. És ennek ugyanúgy része az a közösség,
ami gyerekként is fontos volt. Tehát, hogy az, hogy tanárként ebben a közösségben benne tudsz lenni. Ez egy nagyon fontos dolog, és ennek a különböző szintjei. Tehát, hogy én, mint tanár, hogy vagyok a gyerekekkel, hogy vagyok a szülőkkel, és hogy vagyok a kollégáimmal. Tehát, hogy ez a tanári kollégium is egy fontos közösség, ahol megint csak nagyon sok dolog történik, ami nagyon fontos nekem. Ehhez talán, hogy a Waldorf iskola megadja azt a lehetőséget minden részvevőnek, diáknak, szülőnek, tanárnak, hogy változzon, hogy fejlődjön, hogy minket a diákok tesznek tanárra. Én emlékszem a saját osztály, amikor elment, 13-ig ugye leültünk és volt egy ilyen banket, és akkor azt mondták, hogy hát sajnos most el kell, hogy váljunk. De higgyétek el, mi mindent megtettünk azért, hogy belületek jó tanárokat neveljünk. Most már minden csak rajtatok múlik. És ez igaz, mert hogy együtt növünk és együtt változunk, és talán ennyit változni, tehát én ezért nem változtam, mint a 8 évek alatt. Szülőként sem, meg tanárként sem. Tehát ez egy olyan lehetőség, amit ha megragadunk nyilván, akkor lehet élni vele. És ez a Waldorf iskolában, hogy az, hogy a lehetőségek vannak, és azzal, ha élünk, akkor szerintem nagyon sok mindent tehetünk az életünkben. Én ezt tapasztaltam, vagy éltem át minden részevő számára. Talán a következő kérdések is még fognak erre az előzőre választani, vagy ehhez kapcsolódni. Alapvetően úgy terveztük, hogy hoztunk kérdéseket, amik kapcsolódnak az előző beszélgetéshez is, amit említettem, illetve hoztunk olyan kérdéseket is, amit úgy látjuk, hogy nagyon sokszor így tipikusan felmerülnek a Waldorf kapcsán. És az első kérdés is szerintem valami hasonló, ez a szabadság kérdése a Waldorfban, és hogy mit jelent az, hogy szabadságra nevelés, mitől szabad Waldorf iskola. Ugye ez, én elég sokszor találkoztam ilyen véleményekkel, hogy hát igen, hát itt azért úgy nagyon sok mindent megengednek a gyerekeknek, és hogy hát ha nincs kedve, akkor nem kell megcsinálni a feladatokat az órán, meg hát bármikor felállhat, és ehet óra közben, és hát igen, mert hogy itt, tehát hogy ilyeneket szoktam hallani, én nem úgy tapasztaltam, hogy ez erről szólna a dolog, hogy ezt pontosan tudnátok erről mesélni, hogy mi ez a szabadságra nevelés, hogyan kell ezt így értelmezni, illetve a gyakorlatban ez hogyan néz ki, vagy hogy jelenik meg az iskolában ez a téma. Ez egy hosszú téma. Ez egy nagyon hosszú téma. De hogy azt én mondtam, hogy 8 kisgyerekkel kezdtem, mi szeptember 29-én kezdtük, míg elint tudott indulni az iskola, és október 2-án jött a 9. kisfiú, az osztály, hogy szeretne oda járni. És egy olyan kisfiú volt, hogy bejött, hogy megismerkedjünk, és akkor, hogy belépett a terembe, meglátta a virágot. Ez a virág, ez kihozta? Mentem utána, nyitottam a számot, hogy válaszoljak, és az ott micsoda? És azt vettem észre, hogy szaladok utána, és mindig, nem tudtam, ő már mindig valahol máshol volt. És az októberre ennek a kisgyereknek ez a 3. iskolája volt, és az utolsó iskolában a tanárnéni azt mondta a nagymamának, aki nevelte, hogy hát megmondja őszintén, hogy nem lát más kiutat, vigye a gyereket Waldorf iskolába. Mert ott a gyerekek azt csinálnak, amit akarnak, és ott a tanároknak a vasidegzete van, ott szeretik a gyerekeket, és ott, ha valahol el tud lenni, akkor ott tud ellenni, mert hogy higgyel ebben a tehát hogy ezt biztos, hogy nem fog. Ez él a mindennapokban. De hogyha arról beszélünk, hogy mert a Waldorf iskoláról beszélünk, akkor nem mondhatjuk, hogy ez a helyzet, mert hogy azt mondjuk, hogy mit tanítunk, mikor tanítunk, és hogyan tanítunk. És hogy milyen korú gyereknek mire van szüksége, de az biztos, hogy nem arra, hogy azt csináljon, amit akarjunk, hiszen a gyerekeket nekünk felnőtteknek vezetnünk kell. Tehát kicsit olyan ez, mint amikor iskolába kezd menni, hogy ahogy felfedezi először a saját kiságyát, aztán a saját szobáját, aztán a kertet, és aztán vágyik ki a világba, de még nem akar még egyedül menni. Azt várja, hogy a felnőtt megfogja a kezét, és megmutassa neki a világot, hogy milyen ott a sötétség, milyen, vannak félelmetes helyek, vannak gyönyörű helyek. És hogyha olyan helyzet, hogy odaszalad, lát egy gyönyörű virágos rétet, és odafut, hogy a mamának szedjen egy kis virágot, és azt mondja, hogy nem. Mert én tudom, hogy ez egy lápos vidék. Az a virág ott nő, és elsüllyedne. Ezért nekem vezetnem kell őt, és egy dolog biztos. A gyerek az elsőtől 8. osztályban csak azt csinálhatja, amit én szeretnék, hogy csináljon. Ez teljesen ellentéte annak, ami él az emberben, és hogy ugye azért nem véletlenül az, hogy szabadságra
nevelés, és nem szabadságban nevelés. És egy érdekes téma, hogy hogy változik az emberben, hogy változnak a dolgok, hogy miért van, és hogy mire van szükség arra, hogy amikor elhagyja az iskolát, akkor szabad emberként tudja elhagyni. Hogy ne kelljen kötődnie se idolokhoz, se közösségekhez, se szektákhoz, ne függjön semmitől, hanem szabadon bele tudjon állni a világba. Ez egy nagyon hosszú folyamat, de ebből a szempontból ellentéte annak, ami él a köztudatban. És nyilván érdekes, hogy ezt én élem meg tanárként, és kicsit diákként, ugye mit éltek meg, vagy mit éltek meg azok, akik mint diákok vettek részt ebben az első 8 évben, meg aztán a... És ez átalakul nyilván a középiskolai részben, nem erről van szó ott. Tehát ez, igazából ez a kulcs, tehát hogy nem szabadságban, hanem szabadságra. És hogy ez egy cél. És az, hogy ezt a célt elérjük, ahhoz nem szabadon engedjük a gyerekeket, hanem nagyon határozott keretek között. És ebben ez az a téma, szerintem egyébként, amiben a legtöbb félreértés van. Akkor ezek szerint már régen is volt, de hogy most is van. Tehát, hogy szerintem az, hogy sokszor szülőkkel ezzel sokat kell beszélgetni, hogy mit jelent az, hogy szabadság, és hol van a szabadság. Tehát egy kisgyereknek is van szabadsága, de hol? Mik azok a keretek, amiket megadunk neki, amin belül ő szabad tud lenni? És ez egy jó órán is ugyanígy van, meg nyilván otthon is ugyanígy van. De ez nagyon fontos, hogy nem szabadságon a Waldorf iskolában, hanem rengeteg kötöttség van, és a rengeteg kötöttség az adja meg igazán azt a támogatást a gyereknek, hogy amikor a végére odaér, akkor igazán szabad tudjon lenni. És ne elvesszen, hanem meglegyenek azok a korlátok, amikbe tud kapaszkodni akár egy közösség, amit mondtam az elején, hogy van egy erős közösség, amiből én ki tudok lépni, de mindig tudom, hogy van mögöttem a volt osztályomból ennyi év után is, biztos, hogy találok mindig olyan embert, akihez majd tudok fordulni, hogyha bármire szükségem van. És akkor még egy csomó mindenre persze nem beszéltünk, anyag és stb. De hogy ez egy félreértés manapság is. Tehát, hogy szerintem ezzel ez fontos tudni szülőknek is, hogy nem arról van szó, hogy hagyjuk a gyereket, hogy azt csinál, amit ő akar, sőt, azt csinálja, amit én akarok, és tudom, hogy neki jó, és nem a gyerek dönti el, hogy neki mi a jó, hanem én, mint felnőtt tudom azt, hogy neki mi a jó, és abba az irányba viszem. Ehhez azért hozzátenném azt, hogy még mindig sokkal szabadabban vannak bent a gyerekek szerintem az iskolában, a Waldorf iskolában, mint az állami iskolában. És most nem, én sem arra gondolok, hogy akkor tényleg azt csinálnak, amit akarnak, hanem egyszerűen lehetnek önmaguk. Tehát, hogy mondjuk azt, hogy órán lehet nyugodtan kérdezni. És igazából tehát bármikor kérdezhetsz bármit, és nincsenek így be... Hát annyira nincsenek be korlátozva, beszabályozva, skatujázva, mint máshol. Ebből a szempontból szerintem azért szabadabbak. Nekem is ez jutott eszembe, hogy talán sokaknak ez egy nagyon szokatlan kép, hogy olyan dolgokat is lehet egy órán, igen, mondjuk kérdezni, vagy esetleg valamit nem értettem, akkor nekem például nagyon sokat segített, hogy volt olyan óra, ahol mondjuk a pattársa, mondjuk ez gimiről emlékszem jobban, elmagyarázta mondjuk matekból valamit nem értettem, és ő meg valahogy sokkal jobban a saját nyelvemen el tudta mondani, és akkor, amikor feladatokat oldottunk meg, akkor ő ezt éppen elmagyarázta nekem. Tehát, hogy nem az volt, hogy akkor végig csöndbe kell ülni. Egyébként az jutott még eszembe, hogy esetleg az is adhat egy ilyen furcsa képet, hogy ugye nincs osztályzás, legalábbis 11-ig, de ott sem, utána sem ez lesz a központi kérdés, hogy talán meg nincs ilyen fegyelmi, meg magatartásra jegyeket osztogatás, és hogy lehet, hogy nyilván ez egy talán nehezebb feladat ad a tanárnak, hogy így is tudjon fegyelmezni és kereteket adni. Tehát, hogy esetleg, és ha valakinek nincs, én mondjuk ezt tapasztaltam, ha valakinek nincs olyan hozzáállása, vagy nem olyan erős a személyisége, akkor mondjuk neki nehezebb, akkor csöndet teremteni az osztályban, amikor mondjuk tényleg arra van szükség, hogy csönd legyen. Tehát, hogy esetleg ebből is fakadhat. Nem tudom, hogy ezt hogy tapasztaljátok. Persze. Tehát, hogy az nagyon fontos, hogy ki áll az osztály előtt, és hogyan áll az osztály előtt. Nem is ez... De hogy otthon sem osztályzunk. Tehát, hogy nem azon, hogy hazamegyek, és kiosztok 2-1-est a gyerekemnek, és akkor csöndbe marad. Hanem az van, hogy van egy felnőtt, meg van egy gyerek, és a kettőjük közötti viszony az, ami megadja ezt a keretet, amiben otthon mozog a gyerek, jó esetben.
És ez van az iskolában is. Tehát, hogy ott van egy tanár, meg ott vannak a gyerekek, és a kettőjük viszonya az, ami megtartja a gyereket, és megadja a kereteket arra, hogy én az osztályt tartsam. És nem külső eszközöket használok, hanem azokat az eszközöket használom, amit én magam, meg a gyerekek egymás között kialakítottunk. Ha ez a viszony jól működik, ha én ezt jól működtetem, mint tanár, mert nyilván a felelősség mindig az enyém, ha én ezt jól működtetem, akkor az osztályt meg tudom fogni. Ha nem jól működtetem, akkor van a nehézség. Tehát persze ez van. Tehát, hogy egy Waldorf iskolában a tanár személyiség az egy kulcskérdés, mert ezek a külső eszközök nincsenek a kezében, hogy kiosszon egy egyest, és akkor azt mondjuk, hogy... De valami más meg van, mert hogy Rudolf Steiner, a Waldorf iskolák megalapítója azt mondta, hogy tulajdonképpen három dologgal lehet nagyon hatékonyan nevelni. Az egyik, hogyha következetesen büntetek és jutalmazok. Tehát minden tevékenységet és minden megnyilvánulást, amit támogatandónak gondolok, azt jutalmazok. És minden olyat, amit nem szeretnék, azt megbüntetem. Nagyon sok ilyen tévésorozat van, ahol különösen angol területen jön a nanni, és akkor bevezet egy világos rendszabályt, és nagyon hatékonyan, gyorsan működik. Tehát ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség, hogyha sikerül a gyermekben a becsvágyat fölkelteni az iránt, amit el szeretnék érni. A becsvágy olyan hajtóerő, ami segít ezen túl lenni, és olyan előt ad, hogy a gyerek tud változni, és olyan irányba menni, ahogy én nevelni szeretném. És a harmadikra meg azt mondta, hogy a harmadik ilyen erő az a szeretet. És pehünkre azt is hozzátette, hogy a Waldorf pedagógia az első kettőről önként lemond. És akkor ott állunk, hogy szeretet, és elképzelem azt a kisfiút, szaladja össze-vissza, és akkor én mondom magamban, hát szeretlek. Most már ülj le, és most egyre jobban szeretlek, hogy mit jelent az, hogy szeretni, és hogy ez nem egy érzés, hanem a szeretet az egy megismerési erő. És ha én ismerem azt a gyereket, akkor azt tud, nem kívánok tőle lehetetlent, és olyat kívánok tőle, amit viszont képes megcsinálni, és korából adódik. Így lehet, nyilván azt várták ettől a kisgyerekről, hogy 45 percig némán üljön. Az számára lehetetlen volt. De ha nem ezt várod tőle, hanem ismered, és azt adod neki, amire szüksége van, akkor sokkal másabbak a fegyelmezési viszonyok, és az, hogy most mit sikerül nekem elérni. Ebből az ismeretből, és ez az ismeret, ez egyedülálló szerintem a világon, amit a Waldorf iskola tud nyújtani, hogy olyan mélyen tudja azt, hogy meg tudjuk ismerni a gyereket, ami nagyon sokat segít abban, hogy ilyen értelemben ne azzal érjünk el valamit, hogy büntetünk vagy utalmazunk, hanem hogy együtt élünk, és érdeklődéssel figyeljük a világot. És így ezt meg lehet tenni. De ehhez ezt kell tenni, hogy hát szeretni, ami azt jelenti, hogy megismerni. Ha már így a tanár szerepe így, hogy előtérbe került, hogy erről beszéltünk, akkor ehhez kapcsolódóan térnék át a következő kérdésre, ez a digitális eszközhasználat, meg digitális világ, hogy egyrészt most ugye ez az egész online világ, ez, ha jól sejtem, ez egy kicsit megnehezíti ezt a fajta működésmódot, illetve amúgy is, ha most ez nem lenne, akkor is ez egy nagyon nagy kérdés, ami szintén így a nagyon sokszor felmerül a Waldorf iskolákban, hogy hogyan viszonyul ehhez az iskola, hogy tiltja, engedi, mikortól, van erre valami egységes Waldorfos ajánlás, hogy hogyan viszonyuljanak a szülők a gyerekeiknél a digitális eszközök, akár okostelefon, tévézés, a többi használatához. Erre mi a gyakorlat nálatok, vagy... Hát szerintem ugyanúgy, mint mindennél, ennél is az van, hogy mikor mit. Tehát, hogy nem. Tehát, hogy valamikor tiltjuk, valamikor meg nem. Tehát, hogy attól függ, hogy mekkora gyerekről beszélünk, és nyilván a körülményekről is. Tehát, hogy arról is beszélhetünk, hogy most mi van, és most az adott körülmények között mit csinálunk. De hát ez szintén egy jó téma. Erről is lehetne szintén szerintem elég sokáig beszélni. De én, tehát hogy ehhez nagyon sok minden kapcsolódik. Az első, ami elsősorban kapcsolódik, az, hogy mindent, amit a Waldorf iskolában csinálunk, azt egy kicsit lassabban csináljuk, kicsit visszafogottabban. A gyerekeket is megpróbáljuk minél tovább gyerekkorban tartani. Minél hosszabb gyerekkort szeretnénk nekik teremteni. És mondjuk ebben kulcskérdés az, hogy
hogy a média használat, az hogyan jelenik meg az ő életükben. És itt lehet beszélni sok mindenről, az, hogy nem szabad tévézni a Waldorf iskolában, ezt már 30 éve is tudta mindenki. Ez az egyik nagyon fontos dolog volt, ami a Waldorf iskolához kapcsolódott szerintem. És nyilván ezt most másképp kell értelmezni. Tehát, hogy ma nem lehet tévézni, ez könnyű megcsinálni, mert senki nem tévézik ma már. De hogy itt a képernyő használat, az megint egy más téma. Tehát, hogy itt most megint arról beszélünk, hogy a képernyő előtt mennyit ülnek a gyerekek, és nem a tévé előtt. És hogy az, hogy vissza tudjuk őket tartani, vissza tudjuk őket fogni attól, hogy túl hamar felnőjenek, túl hamar olyan dolgokkal találkozzanak, ami nem nekik való, ami ébreszti őket, ami igen, felnőtt embereknek való dolgok. Ebből a szempontból nagyon fontos, hogy a kisgyerekeknél ne találkozzanak, vagy minimálisan találkozzanak képernyővel. És akkor persze ezt megint szét lehet bontani. Tehát, hogy most akkor mi van a filmekkel, milyen filmekkel, miért nem ajánljuk a filmeket, miért ugyanazért, amiért a tévét sem ajánlottuk, tehát, hogy mik azok az eszközök, amikkel mi dolgozunk osztálytanítóként, tehát hogy hogyan tanítunk, képekben beszélünk, és ezeket a képeket hogyan tudják a gyerekek átélni, megteremteni maguknak, stb. Erről megint lehetne órákig beszélni, és hogy ez hogyan rombolja szét a képi világ, és akkor utána meg mehetünk tovább az internetre, és egy csomó olyan témára, ami fölösleges információk tömkelegét rakja elénk, egyébként felnőttek elé is, tehát szerintem ez sok felnőtt is érzékeli, hogy mindent megtalálunk az interneten, és akkor meg is találjuk, meg is keressük. És hogy a gyerekeknél is ez egy nagyon fontos dolog, hogy próbáljuk meg ezt a dolgot kitolni, minél tovább. Ajánlás szerintem általános Waldorf ajánlás nincs, bár vannak elképzelések arról, hogy toljuk, ameddig tudjuk, mondjuk Kim Payne azt mondja, hogy 16 éve, ne? Ezt kevés családdal találkoztam még, akinek ez sikerült, de szerintem törekvés van, és az, hogy hogyan jelenik meg az okostelefon az iskolában, ami mindenhol van most már, ez is egy iskolánként változó dolog. De mi például összeszedjük az okostelefonokat, illetve az összes telefont összeszedjük minden reggel, egészen 8. osztályig, illetve a felsősöknél is összeszedjük most már. És csak akkor kapják vissza, amikor hazamennek. Nyilván, ha van olyan feladat felső a gimnáziumban, amikor valamihez kell, akkor nyilván megkapják, de igyekszünk olyan feladatot csinálni, hogy ne legyen, de hogy ettől a gyerekeket megpróbáljuk óvni, illetve a szülőkkel közösen kell dolgozni. Tehát az, hogy mert hogy ez is egy ilyen, hogy akkor az iskolában ezt nem szabad, de otthon akkor azért lehet. Tehát, hogy ezek így nem működnek. És ahhoz, hogy ez jól működjön, abban a szülői közösségnek is egyet kell értenie. Akár osztályonként, akár iskolában, egész iskolában, hogy meddig lehet azt húzni, hogy a gyerekeknek mondjuk ne legyen okostelefonja, ahol korlátlan mennyiségben hozzáférnek mindenhez. És akkor erről persze megint eszembe jut egy másik rész, bocsánat, hogyan vannak ők egymással. Hát hogyan működik a szociális viszony egy osztályon belül online és offline. És hogy ezek olyan dolgok, amikről most kezdünk el igazán beszélgetni, meg most kezdődnek rengeteg kutatás azzal kapcsolatban, hogy mit jelent az, hogy valaki online és offline működik, online és offline személyisége van, mondjuk, és hogy ez mit, hogyan hat rájuk, és akkor nem beszéltünk még arról, hogy az osztály közösségére hogyan hat. Hogy mi történik, amikor egy Viber csoport létrejön egy osztályban, és abban a Viber csoportban olyan gyerekek nyilvánulnak meg, akik nem nyilvánulnak meg az osztály közösségben élőben, hogyan nyilvánulnak meg, és el fölött semmiféle kontrollunk nincs. Tehát mi, mint felnőttek, akik tudjuk, hogy mit szeretnénk a gyerekeknek adni, ebben a dologban egyáltalán nem látunk bele, és nem is tudunk igazán tanácsot adni. Meg ketté válik a dolog, és lesz egy online élet délután, és van egy offline élet reggel. És ezek követhetetlenek. Tehát osztálytanítóként az ember elmegy délután, lerakja az osztályt, hazamegy, és bejön másnap reggel,
És valami egész más hangulat van. De nem tudom, hogy mi történt. Normális esetben, amikor ez nincs, akkor ugye ott vagyok, jelen vagyok az osztály életében, és az, hogy én megismerem őket, az, hogy letapogatom, hogy ők hogy vannak, mint vannak, az ott történik. Hogyha itt valami más is történik, akkor valami új lép be. Szóval nekem ez egy veszőparipám sajnos, de hogy azt gondolom, hogy ezt minél tovább húzzuk, minél tovább toljuk ki azt az időt, amíg ez az online lét belép az életükbe, annál szebb gyerekkoruk van, és annál tovább tudjuk igazából őket a gyerekkornak megtartani. És van egyébként, tehát akkor mondjuk konkrét saját példát tudtok-e mondani, hogy milyen gyakorlat van nálatok? Én hallottam olyat, hogy van ilyen osztálytanító, aki elsőben ilyen szerződést köt a szülőkkel, hogy 8-ig mondjuk nincs okostelefon, meg egyéb szabályok. De gondolom, hogy ez, ha nincs ebben valamilyen együttműködés, akkor ezt ugyanúgy ki lehet játszani. Tehát nem tudom, hogy ez... Amerikában kiválóan működik, ez van. Tehát, hogy Amerikában nagyon szigorú szerződést írnak alá a szülők, akik belépnek. Csak Amerikában más jelent a szerződés, mint Magyarországon. Tehát, hogy az nem működik itthon olyan jól, szerintem. Nekem az én előző osztályomban az volt a gyakorlat, hogy minden szeptemberben az első szülőinek ez volt a témája, és ott a szülői kör nyilván velem együtt megalkotta az arra évre vonatkozó szabályt. Megbeszéltük, hogy mit tartunk jónak, mit tartunk ideálisnak, és mit tartunk megvalósíthatónak. És akkor erről született egy szöveg, és ezt a szöveget abban az évben elfogadtuk, és akkor így haladtunk. És ezzel tulajdonképpen azt sikerült elérni, hogy 7. osztályig nem volt okostelefon az osztályban. Nálatok? Nálunk, most egy 4. osztályról tudok beszélni, ugye elsőben ez a téma még annyira nem jött elő. 4. már probléma egyébként. Elsőtől kezdve beszéltünk róla, de írásbeli megállapodásunk nem volt. Szóban viszont minden évben vissza kell rá térni, mert muszáj, tehát újra fel kell frissíteni mindenkinek a tudatában ezt, hogy továbbra se támogatjuk. Hát most az a helyzet, hogy elég sok gyerek jár egyedül haza BKV-val közlekedve, ezért a szülők és az osztályfőnök megegyeztek, hogy lehet csak ilyen vészhívásos, kizárólag a szülőknek fenntartott vonalas telefont, és hát nem vonal, de hogy a szülők felé működő telefont adni a gyereknek. Ugye az a megállapodás lényege, hogy lehet telefon, de nem okos, és akkor innentől kezdve jön az, hogy ki az, aki hogy tartja be, ki az, aki nem tartja be. Lehet, hogy célszerű lenne nálunk is valami erőteljesebb megállapodás. Tehát egyrészt, hogy azt látjuk, hogy ezek az eszközök a mai kor részei. Tehát ezt nem akarjuk megtagadni, hogy ez nem kell ilyen szükségtelen, és hunyjuk be a fejünk, forduljunk félre, és a sok hülye csinálja ezt, de mi tudjuk, hogy mi a jó, és mi ezt nem fogjuk, és nem fogunk használni telefont, nem fogunk használni tévét, nem használjuk az internetet, mert hogy ez borzalmas, a gonosznak egy óriási fegyver, de mi ezt kihúzzuk magunkat, ez nem igaz. Tehát, hogy ez, és gyakorlatilag szerintem mindenki azt szeretné, hogy mi is, hogy lehet a gyerekeket úgy felnevelni, hogy ezeknek az eszközöknek a használói legyenek, és ne a rabjai. Ehhez viszont ugye megint egy megismerés kell, hogy vajon mit okoznak ezek az eszközök, és nekem kell döntenem, hogy ugye nem működik. Hiába mondom, hogy nem tudom visszatartani. De hogyha belegondoltok, hogy amikor észreveszed, hogy a mondjuk 7 éves gyereked odaoson a komódhoz, és egy kupica cseresznyepálinkát, vagy valami likőrt ugye fölhajtja, akkor nem mondod azt, hogy hát tulajdonképpen miért baj ez? Lazább lesz, nem izél annyit, jobban elfogadja, tehát tulajdonképpen csak jót tesz. Nem, viszont azt mondja, teszed le rögtön, majd amikor ennyi, nem, akkor rögtön tudom, és ez működik. Ugye a tévénél elmentél az első szülőestre, anyukaként, ugye általában anyukák vannak, hazamennek, hogy na apa, holnaptól nincs tévé. És ezt a baromságot megkimondta. Már miért ne lenne tévé? Mert a tanítónéni, vagy a tanító bácsi azt mondta, egyetértek Vekeri Tamással, akkor jobb, ha van tévé. Ha ennek ez az egyetlen indoka van, hogy a tanítóbácsi azt mondta, hogy ne legyen tévé. És ez egész egy ilyen kompromisszum, mert akkor még megegyeztünk az apával. És jönnek a nagyszülők, akik megnézi a sorozatát, meg a
És akkor nem engedem. Nem engedem oda. De hogy a gyereknek ugyanolyan szüksége van a nagyszülőre, mint, és hogy itt az embernek kompromisszumokat kell hozni. Ha ismeri, hogy mondjuk ha tévézett egy 3-4 órát, annak milyen hatása van rá, elgondolkodhatom rajta, hogy hogy tudom ezt kompenzálni. Lehet, hogy fél órát tévézett, akkor elmegyünk, és egy órát kirándulunk, mászunk. Tehát nem tiltások vannak, hogy azt mondjuk, hogy, mert hogy a másik része, hogyha eltiltom a nagymamától, az ugyanolyan baj. Tehát kérdés, hogy mit csinálok és miért? És ilyen értelemben kéne megértenünk, hogy miért nem jó az a gyereknek a 14 éves koráig nem használ okos eszközöket. Hogy mit tesz ez vele, mi változik, mi lesz más? És talán most fogunk, tehát ez a járvány, ez fölhívta a figyelmet arra, hogy nem jó magányosnak lenni, hogy a Skype-on való találkozás az nem ugyanaz, mint a személyes találkozás. Most van egy tapasztalatunk, hogy ez nem jó. Pedig, ha megnézzük, ebbe süllyedtünk bele. Hiszen vonat bárhol, hogy egyre inkább úgy vagyunk, hogy még az asztalnál is, hogy ülünk, nézzük a telefonunkat, és egyre magányosabbak vagyunk, és azt mondjuk, hát soha életemben még egyet az anyámmal nem beszéltem Skype-on, mert hogy úgy tudom vele, nincs időm rá, de Skype-on viszont beszélek. És rájöttünk, hogy talán ez mégse ugyanaz. Lehet, hogy ezt ki lehetne használni, hogy megértsük, hogy mi történik ezeknek az eszközöknek a használatával az emberrel. És akkor ezt kitágítjuk, mert hogy azt nem szeretnénk, hogy függővé váljanak ezektől. De azt se szeretnénk, ha a kábítószertől függővé váljon, a alkoholtól függővé váljon, és egyáltalán nem szeretnénk, hogy függővé váljon. Mit kell nekünk tenni ahhoz, hogy a gyerekek, akik elhagyják az iskolát, ne váljanak függővé? És ez nem attól fog függni, hogy belekevernek egy adott helyzetben az italába valamit, mert a függőség ez nem ez. Ez nem fizikai. A függőség mindig lelki. Hogy erősítjük meg, vagy az embernek azt a részét, amivel a problémáit saját maga meg tudja oldani, és nincs szüksége arra, hogy valamilyen módon elfeloldja, vagy eltüntesse. És ezért kell együtt dolgoznunk, és beszélünk nagyon sokat, hogy milyen hatása van erre, mert ez kicsit olyan ez a, mint szintén Vekkeri Tamásnak egy példája, hogy elképzeljük az edzőt, amikor fölkészíti a versenyre a tanítványát, akkor ott még mondja, hogy amikor edzésem van, hogy ismételd meg, így tedd a kezed, úgy tedd, de amikor a verseny jön, akkor már ezt nem csinálhatja, hogy ez azt tudja tenni csak legfeljebb, mint a tornászoknál ott áll alatta, és ha leesne, akkor elkapja. És a kamaszkor ez már ilyen. Hogyha valamit nem tettünk meg korábban, akkor ott már hiába, és nagyon, nagyon érdekes ez, hogy nagyon sokszor van, hogy az élet olyan, hogy dolgoznia kell a szülőnek, nehéz az élet, és a gyerek itt hányódik, ott hányódik, amott hányódik, és értem, és aztán amikor kamasz lesz, akkor hirtelen drogozni kezd, szektához csapódik, és akkor mi az első reakciónk? Nem engedlek el magam mellől. Akkor már van időm rá, akkor már ott szeretném tartani, de akkor már késő, az már a verseny. És azért kell tudnunk, hogy minek mi lehet a következménye, hogy tudjunk dönteni. És az ezzel kérdés is kapcsolódik, hogy ma úgy tűnik, hogy egyre nehezebb felnőttként lennünk a gyerekekkel, és ezért elveszük a gyerekkorukat, mert gyakorlatilag amit elkezdenek beszélni, már megegyezünk vele, hogy mi legyen. Mert úgy érezzük, hogy ha most azt mondjuk, hogy ha megegyeztünk vele, hogy így lesz, és ha valami kudarc, akkor hát te is ezt mondtad. Hát most mit panaszkod? Nem merek dönteni. Nem merem azt mondani, hogy itt még nekem kell tudnom, hogy neked mi a jó. És ez még az én döntésem és az én felelősségem. És hogy ezt kéne nagyon, ezt a folyamatot, hogy hogyan változnak a gyermekekben, ahogy felnőnek, hogyan és mi változik, és ami kívülről jön, minek milyen hatása van. És ebből a megértésből kéne azt mondanunk, hogy nem akarok telefont. Vagy beleegyezünk abba, hogy értem, hogy félted, hogy a buszon jön, ezért van egy olyan buta telefonod, és az rendben van, de többet nem. És ez ebből a megértésből kéne megszülessen, és ezért mindenhol másmilyen megoldást kell találni minden osztályközösségnek. És nem lehet egy egységes megoldása. Mindenki a saját megoldását kéne megtalálni. És szerintem ez a szép a Waldorf iskolában, hogy nem akar ilyen általános szószt ráönteni mindenkire, hanem rábízza, hogy mindenki próbálja a saját körülményei között. Valahol ez nagy probléma, valahol kisebb, valahol egy teljesen más megoldás. De ez a fajta megismerés, ez szükség lenne, hogy mit okoznak ezek az eszközök a gyermek fejlődésében. És erre rengeteg kutatás van ma. Ehhez mondhatok még valamit, hogy szerintem két kulcs, de tehát a felelősség, vállalás az ebben az egész folyamatban nagyon fontos. Tehát az, hogy mi, mint felnőttek vállaljuk a felelősséget.
mindenért, ami a gyerekkel történik. És szerintem itt van, itt, akkor a szabadsághoz, meg mindenhez kapcsolódik ez, hogy én, mint felnőtt döntöm el, hogy mi történik. És nem az történik, hogy mi mindent megbeszélünk otthon a gyerekkel, hogy együtt eldöntjük, hogy mi fog történni. Ez lenne a szabadság. Nem. Arról van szó, hogy én, mint felnőtt vállalom a felelősséget. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy az iskolában nem lehet, de itthon lehet. Tehát szerintem ez a megértés, hogy nem azért nem veszünk föl Batman-es pólót az iskolába, mert az iskolában nem lehet, hanem azért, mert értem, hogy miért nem rakok Batman-es pólót a gyerekre. És hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem az van, hogy a Waldorf iskola ilyen, mi oda járunk, de itthon más csinálunk, hanem az van, hogy a Waldorf iskola ilyen, és mi ezt választjuk, nem valamilyen alternatív iskolát választunk, hanem Waldorf iskolát választunk, és a Waldorf iskolában úgy csináljuk, hogy, és mi is ezt az életformát választjuk, és ez a szülőktől hihetetlen nagy áldozat, vagy nem tudom. Tehát, hogy egy nagy döntés. Hogy nagy előfeszítés. Igen, mert hogy ebben a dologban nekik is változniuk kell. Tehát, hogy nekik is élni kell azt az életformát, mert hiába nem adom oda a gyereknek az okostelefont, de én nyomogatom, akkor utána ugyanott fogunk tartani. És Gandhi története van ehhez, hogy a kétségbeesett anyuka elviszi a kisgyereket, hogy mester, mondjon valamit, mert annyi édességet eszik, és azt tudom, hogy nem jó neki, hogy mondjon, és ne hiába csinálok bármit, nem hajlandó elhagyni. És akkor Gandhi azt mondja, hogy jöjjön vissza egy fél év múlva. Felmegy, fél év múlva visszajönnek, leülteti, és azt mondja, hogy fiam, légy szíves, ne egyél olyan sok édességet, mert az nem jó neked. De mester, ezt fél évvel ezelőtt nem tudtam volna mondani? Ja, hát fél évvel ezelőtt még én is nagyon szerettem az édességet. Hogy ez bennünk, hogy jut el oda, amikor, mint a pálink, vannak dolgok, amit azt mondom, hogy ezt nem. És ha ez bennem ilyen, az hat a gyerekre. Nem lesz gond. De amíg ez bennem is kérdés, addig állandóan küzdködni fogok ezzel. És egy óriási dolog eljutni szülőként is, hogy ilyen döntésekhez. Hogy belátom, hogy ez így helyes. És aztán lehet, hogy tévedtem, de mégis ezért majd aztán fogom vállalni a felelősséget. Igen, aki ezt így eldöntöttem. Ez a téma az egyébként nagyon sok kérdést is kaptunk, nem meglepő módon, és ennek egy része az talán ehhez kapcsolódik, hogy oké, megértette egy szülő, hogy ez miért fontos, és megpróbál arra törekedni, hogy akkor otthon tényleg ne legyen bekapcsolva a tévé a háttérben, ne legyen okostelefon, de hogy mi van akkor, amikor az unokatestvéreknél megvan, amikor az osztálytárs, vagy jó, arról beszéltünk, akkor mondjuk unokatestvérnél ez máshogy van, barátokhoz átmennek, és a háttérben megy a tévé, hogy akkor hogyan tudja ezt úgy lekommunikálni a másokkal, hogy abból ne legyen konfliktus, de ha meg nem szól, akkor a gyerekek rácuppannak a tévére, és akkor egész este ott vannak, mert nyilván nem szoktak hozzá, hogy megy a háttérben. De hát ez, tulajdonképpen az Otto ezt már elkezdte mondani. Tehát, hogy ez van is egy ajánlás, ami Németországban született, talán a Német Waldorf Szövetség készítette, nem tudom, ami erről a digitális világról, meg annak a felhasználásáról szól, és ott például kifejezetten úgy kezdődik, hogy nem a tiltás. Tehát igen, az volt, hogy nem tévézünk, stb. És hogy ott abban a szövegben nem az van, hogy tiltunk, hanem abban a szövegben az van, hogy jó, oké, legyen 15 perc, bármi, képernyőidő, 15 perc, de mi történik a többi 23 óra 45 percben még? És hogy ez nagyon fontos. Tehát, hogy mi az, ami történik még e körül? És itt most nyilván akkor persze keveredett, hogy megint ezt lehet magyarázni, úgyhogy akkor én megengedem, de hogy nyilván az, hogy az unokatestvérnél, a nagyszülőnél meg mi történik, az egy dolog. De hogy mi történik nálunk otthon, az egy másik dolog, és ez sokkal inkább formálja a gyerekeket, nyilvánvalóan, mint ami a szomszédban történik, az unokatestvérnél, vagy a nagyszülőknél. Tehát, hogy az, hogy ezeket hogy tudjuk így igazán kiegyensúlyozni, ez nagyon fontos. Mondhatok valamit? Ezen gondolkodtam, én is pont egyébként reggel. Pont ezen, hogy mi van a nagyszülőkkel, mi van a nagynénikkel, meg a barátokkal, hogy igazából szerintem emiatt a téma miatt nem szabad, hogy
családszakadás történjen. Tehát most, hogyha ő szereti a nagymamát, akkor menjen a nagymamához. Meg lehet vele beszélni, hogy akkor esetleg háttérzajként ne menjen. Tehát ha ott van, akkor vele foglalkozzon inkább, de hogy hallottam már olyan történeteket, hogy emiatt nem engedik a nagymamához át, vagy unokatesóhoz át, mert hogy ott állandóan kütyűznek, meg nem tudom micsoda. Hát igen, ezt azért a szülőnek magában is meg kell rágnia nagyon, hogy mi a fontosabb. Ez így van. Igen, mi a fontosabb, és hogy mindig erre kell, hogy tudom kiegyensúlyozni. Nem tiltani, hanem kiegyensúlyozni, mert ez része, nem lehet elkerülni. És azt mondjuk, nyilván aki Waldorf iskolába jár, és szembesül a világgal, a világban nagyon sok mindent máshogy csinálnak, az általános iskolában is, hiszen ő már mit tudom én, mit csinál, és ez igen. De hát te meg, tehát hogy nem lehet egyszerre mindent, és hogyha ti más csináltok, akkor az máshogy fog lenni, és mindig is máshogy lesz. De mi így gondoljuk, hogy így jó. És ha ezt valóban így gondoljuk, akkor ez a gyereknél egyáltalán, a gyerek nagyon gyorsan tudnak alkalmazkodni. Nem? Például egy költözésnél a gyerek sokkal könnyebben megszokja az új helyet, mint mi felnőttek. Tehát, hogy egyszerűen ez így van, hogy ott lehet, de hogy ezek, hogy eltiltani, hogy azért ne legyen barát, ha nem menjünk, azért ne menjünk a nagymamához, az nem. Viszont fontos, hogy akkor én tudatában legyek, hogy ez történt vele, és akkor mit csinálok én, hogy ez helyre billenjen. Az egész világ szerintem erről szól, hogy és a Waldorfiskolában nagyon sokszor eljutunk oda, hogy ezt nem. Tehát ez a legkönnyebb. Ha ezt nem, akkor viszont mit helyette? Mit igen, ha ezt nem? És ez nagyon fontos kérdés, a kamaszoknál is, hogy ne csináld ezt, de hát azzal nem csinálunk semmit, ha azt mondjuk, hogy nem. De akkor mit csinálj helyette? Ugye voltak ilyen kísérletek az északi országokban, hogy lehetne megszüntetni a nagyon drog. Nagyon érdekes, azt csinálták, hogy nem lehet kimenni 9 után, és rengeteg olyan közösségi teret nyitott, ahol pingpongozni lehet, ahol, tehát alternatívákat kínáltak a cselekvésre. És nagyon érdekesen ez hirtelen lecsökkentette a drog használatot. Hogy mit kínálunk helyette, az mindig azt mondjuk, hogy nem, az kevés. De ha mi az, amit mondunk, hogy ezt ne, viszont helyette ezt. És ez ugyanez a helyzet, szerintem. És visszahatnak a dolgok. Tehát az, hogy bízunk abban, nyilván a pedagógusnak ez egy nehéz helyzet, de hogy mindig egy pedagógus bízik abban, hogy majd fejlődik mindenki. De hogy ez így van a nagyszülőkkel is. Tehát, hogy számtalan olyan történet van, manapság azért más helyzete van a Waldorf iskoláknak, mint 30 éve volt, akkor sokkal, vagy nem tudom, de hogy én úgy éreztem, hogy akkor sokkal inkább szembe kellett menni a világgal, hogy nagyszülőkben is történik az a változás, hogy bár nem szerette volna, hogy az unokája Waldorf iskolába menjen, mert az egy ilyen, nem tudom milyen iskola, de hogy idővel, ahogy oda jár, meg ahogy jobban belenézek, meg jobban látom, meg színdarabok, meg nem tudom mi, megtörténnek a változások. Tehát, hogy vissza mennek ezek a dolgok a családban. Fontos lenne, hogy az iskolák nyitottak legyenek, tehát egy szülő be tudjon menni, egy nagymama be tudjon menni, hogy meglássa, hogy mi történik a gyerekkel, mit csinál a gyerek egész nap, és akkor nem az érzése, hogy ott nem csinálnak semmit, hogy csak úgy, meg az, hogy minden szabad nekik. Ha bemész és megnézed, akkor látod, hogy mi történik. És hogy ez ilyen módon, ez nagyon fontos, hogy nyitott legyen. És ez nagyon sokat szokott segíteni, hogy nagymama beül egy kicsit, és akkor látja, hogy mi történik. És akkor nincs ez a képe már, hogy... De hogy már a másik kérdés azt mondjuk, hogy a gyerek tanul, akkor milyen kép van előttünk? Ha azt mondjuk, hogy tanul a gyerek. Ül az íróasztalnál, nem? Rágja a ceruzáját legfeljebb, gondolkodik, mit is mondott, mit kell... Tehát ez a tanulás, nem? De hát az ember, ez a legkevesebb, amit... Ugye, ha végignézünk az utóbbi 30 év fejlődésén, akkor azt tudjuk mondani, hogy az emberi gondolkodás az hihetetlen mértékben fejlődött. Ha megnézzük, hogy milyen találmányaink vannak, ami a mi kényelmünket szolgálják. Okostelefontól kezdve, az utazásunk. Tehát azt mondjuk, ha ez így megy tovább, akkor leborulunk az emberi elme és az emberi intelligencia nagyság előtt. Viszont ha azt mondjuk, hogy nézzük meg, hogy milyenek az emberi kapcsolataink, hogy változtak az utóbbi, hogy vagyunk mi a munkahelyünkön, hogy vagyunk a családunkban, hogy tudunk együtt dolgozni. Vagy azt mondjuk, hogy van az, hogy amit elhatározunk, azt meg tudjuk-e csinálni? Igen, beszélünk arról, hogy csökkenteni kell a széndioxid szintet, baj lesz, mert a Föld elpusztul, de hát mit csinálunk? Hogy van az a két terület, ott már nem mondjuk azt, hogy ha ez így halad tovább, akkor leborulok az emberi érzelem és az emberi akarat előtt, mert akkor itt lesz a Kánaán. Hogy ezen a két területen valami hiányzik. Az érzések és az akarat terén. Az intellektus az valahogy, az ilyen egyszerűbb is. De hogy a fenében lehet nevelni egy,
hogy gazdag érzelmi életem legyen, hogy erős akaratom legyen, az már egy másik kérdés. És ez is egy tanulási folyamat. Az érzelmeket nevelni, és az akaratot nevelni. És hogy ilyen értem, hogy milyen kapcsolatban vannak a gyerekek egymással, hiszen milyen ez a kapcsolat, amikor ülünk az órán, és hallgatjuk, amit a tanár mond, aztán hazamegyünk. Vagy színdarabot csinálunk, közösen festünk, éneklünk, amikor együtt kell működnünk, hogy ezek a képességek hogy alakulnak, hogy alakul egy közösség, és miért lesz ez a közösség más vajon. És akkor megértjük ennek a szerepét, hogy a művészetek, vagy a mozgás, és az akarat és az érzelem fejlesztése. De ugye a nagymamáknak is ez van, hogy akkor tanul, hogyha visszamondja a verset, és azt tudja. Nem csak akkor tanul. Az egész, ahogy ott van, az egy órás tanulási folyamat, és ezt megérti, akkor máshogy kezd ránézni, szerintem. Vagy nekem ez a tapasztalatom. Még egyébként az jutott eszembe, hogy még ettől visszalépve, hogy a nagymama, hogy én amennyire rálátok egy-két Waldorf iskolára, hogy azt látom, hogy szülők esetében is ugyanúgy fennáll ez a kérdés. Tehát, hogy a szülő is nyilván nagyon nehéz időszakítani, és pont olyankor bemenni az iskolába megnézni egy színdarabot, amikor nem tudom, munkaidő van még, vagy egyebek. Tehát nyilván nagyon nehéz megoldani, de mégis, hogy a szülő is érdeklődjön, és bemenjen, és próbáljon bekapcsolódni, hogy értse, hogy ott mi történik, és ne csak az legyen, hogy én ide beadom a gyereket, mert itt neki jó lesz, és egyébként megcsinálom a dolgokat, tudja, hogy az meggyőződésem, hogy az hogy jó, és nincs, nem tudom, nálatok ez mennyire jelent kihívást, hogy, vagy milyen arányban. Tehát, hogy szerintem sokszor ez is valahogy ilyen képzavar van, hogy valahogy a szülőben is meglegyen ez a nyitottság és érdeklődés, és ezekbe bevonódni, és megnézni, hogy mi történik, és igen, hogy ne csak ez legyen, hogy a tanár azt mondta, akkor amiről beszéltünk. Hát szerintem, tehát, hogy ez mindenkinek kihívás. Tehát az, hogy elfogadjuk azt, hogy a matematika ugyanolyan fontos, mint a festés, vagy az euritmia, vagy a bármelyik művészeti tevékenység, ez kihívás. Tehát, hogy az nem csak a nagyszülőknek, a szülőknek is kihívás, hogy azt tudjuk mondani, hogy figyelj, ez ugyanolyan tanulás, mint a matematika, vagy nem akarom az ottót benteni, akkor legyen a fizika. Magyar. Fizika. Legyen a fizika, mondjuk. Tehát, hogy nem olyan, mint a fizika. Egyáltalán. Tehát, hogy azok egyértelműek, érted? Tehát, ha nem tudom, számolás, ha van, akkor ott vagyunk, de ha nem tudom, bármilyen más óráról elhozom, mert az nem olyan fontos. Vagy hogy, szóval, hogy ezeket kulcskérdés, hogy ezt átérezzük. Mert aztán utána igazából ezek azok a dolgok, manapság, én nem nézek körbe már régóta, de hogyha körülnézünk a munkaerőpiacon, akkor mi az, amit keresünk? Miért keresnek a cégek, nem azt keresik, hogy mennyire intellektuálisan fejlődött valaki, hanem éppen ezekre a skillekre kíváncsi, hogy mennyire tud együttműködni, mennyire tud kezdeményező lenni, mennyire, tehát hogy azok a tulajdonságok, amiknek leginkább hiány vagyunk, mert nem erre gondolunk. Ebből a szempontból szerintem a Waldorf iskola ma az egyik legmodernebb iskola. Mert hogy pont azokat olyan embereket akar az életre bocsájtani, nem tudja, jelen pillanatban a cégek keresnek. Így van. Tehát, hogy ezeket a tulajdonságokat akarjuk mi is adni nekik. És nyilván ez a kérdés, hogyha egy cég ilyet keres, hogy együtt tudjon működni, kezdeményeképesen, állandóan tanuljon, önálló legyen, ez hogyan lehet kialakítani? Mitől fog ez kialakulni? És ez az, amire nekünk úgy érzem, hogy van válaszunk, és tudjuk. És ezért modern iskola, Waldorf iskola szerintem. Most még ehhez kapcsolódom, mielőtt tovább megyünk a következő témára, még néhány kérdést majd szeretnék felolvasni, ami még amiről nem beszéltünk, vagy csak részben, illetve még ennek kapcsán, ami bennem volt, és ez sokszor felmerül, hogy főleg, hogyha a modern iskola, és hogy tényleg ezek mennyire fontosak ezek a készségek, de hogy vajon nem fognak-e lemaradni a waldorfosok a digitális eszközök használatának a területén. Ez rendszeresen felmerülő kérdés. Most is volt ilyen kérdés, hogy mennyire tanítják az informatikai eszközök működését, használatát, akár Word, Excel szempontjából, vagy tehát, hogy ezek az alapvető dolgok, hogy nem fognak-e lemaradni a gyerekek, hogyha ez minél később kerülnek a használatra. Az én fiam, hogy ő is Waldorf iskolát végzett, ő most már 33 éves, ő mesterséges intelligenciával foglalkozik, és MIT-n, a Silicium World-ben, a DeepMind-on,
És utalások vannak arra, hogy mi történik, ha valaki túl korán kezd el ilyen okos eszközökkel dolgozni. Mi veszik el? És tudjátok, hogy mi veszik el? A kreativitás és a fantázia. Ezek a gyerekek, akik nagyon korán, nagyon jók a robotszerű munkára, elvégezik. De nincs önálló gondolatuk, önálló, ez elveszik a túl korai használattól. Nagyon érdekes, aki kamaszkorában kezd el megismerkedni ezekkel az eszközökkel, megőrzi ezt a kreativitását. És ha nézitek, hogy ha most egy gyerek megismerkedik egy Word-del, mire dolgozni kezd, már messze nem az lesz, amit ő ott megtanult. Viszont ő azt akarja, és nem érti, hogy hát ez nem az, amit én tanultam. Tehát, hogy ez történik, és ezt kéne jól látni, hogy, és a cégek megint mind nyilván keresnek, aki kreatív, akinek önálló ötletei vannak, és nem a kuli munkát végzi el. És hogy ez nagyon fontos szerintem, hogy ezt tudjuk, hogy ez nem, hogy hátránya lesz, ha később kezd, hanem előnye származik belőle. De tanulnak informatikát a középiskolában. Tehát, hogy ezért mondtam az elején, hogy mikor mit. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy igen, az elején nem tanítunk, nem, sőt, azt kérjük, hogy minél kevesebb időt töltsenek éppen ezért képernyő előtt a gyerekek. De aztán egyszer csak eljutunk egy olyan pontra, amikor elkezdjük őket tanítani informatikára, és egy csomó olyan dologra, ami ehhez kapcsolódik. Ráadásul, tehát miben marad le a konkrét tanulásban, vagy pedig abban, hogy megérti valaminek a működését, hogy a mögé tud nézni, hogy alkalmazkodni tud egy-egy dologhoz. Ezt kell megtanítanunk nekik addigra, és nem azt, hogy hogyan kell a Word-ben, nem tudom, egy új bekezdést kezdeni, vagy hogyan rendezem el, vagy hogyan van oldaltörés benne. Tehát, hogy ez nem használható tudás a későbbiekben. Fogalmunk sincs, hogy fogunk írni 10 év múlva a gépbe. Lehet, hogy nem fogunk már írni se, csak beszélni. Tehát, hogy ezek nem olyan tudások pillanatnyilag. De tanítunk, tehát egy csomó mindent tanítunk. Középiskolában kezdődik el igazából az informatika tanítása, azt hiszem talán minden Waldorf iskolában. De hogy amit viszont fontos lenne megtanítani, az egy bizonyos fajta gondolkodásmód, ami az okozati, és hogy minek mi a következő, hogy. Tehát ez az egyik fontos, amit meg kell, hogy tudjak úgy gondolkodni, hogy átlátom, és látom, hogy miből következik. A másik, ami akármilyen korán kezdtek tanulni informatikát, a mai tapasztalat, hogy óriási az adatbázis, és a gyerekek nem tudnak eligazodni az adatokban. Nem tudnak gyorsan, hatékonyan keresni, megtalálni, amire szükségük van, egyszerűen el vannak ebben veszve. Tehát meg kell tanítani, hogy hogyan lehet ezt jól struktúráltan és jól csinálni. És a harmadik, hogy el vannak benne veszve abban, hogy mit tekintsenek igaznak, és mit nem. Honnan lehet azt tudni, hogy ez csak egy klikvad, vagy valami, amire semmi köze a valósághoz, vagy mi az, ami a valóságon alapszik. Ezek olyan képességek, amiket viszont meg kell, nem az az érdekes, hogy én most ezek a konkrét eszközöket megtanítom, de hogy ezek a képességek kialakuljanak, ez az, amire most úgy tűnik, hogy szükség van. Mert ránk ömlik ez az óriási adatbázis, nem tudunk vele, ugyanúgy vagyunk, mint hogy meg kell találnom, de egyszerűen képtelen vagyok mozdulni, mert olyan nagy, hogy nem találom meg. Nem tudom, hogy miig elveszek benne. Nem tudom kideríteni, és nem tudok gondolkodni. Úgyhogy ilyenfajta dolgokat kéne az informatikán keresztül szerintem megtanítani, és ettől nem kell félni, hogy lemarad bármiről is, ami jelen pillanatban az informatika, ami jelent ma, mint tantárgy, ilyen értelemben, hogy mit kell konkrétan tudni egy szövegszerkesztőről, egy táblázatkezelőről. Ráadásul ezek úgy vannak kitalálva, hogy mindenki meg tudja oldani rajta, amit. Tehát, hogy nem az a feladat, nem az a cél, hogy megfejtsem, hanem, hogy felhasználó barát legyen. Tehát, hogy mindenki meg tudja oldani, nem az a kérdés. Még volt itt egy-két konkrét kérdés, de akár az is lehet megoldás. Említettél egy kiadványt, hogy lehet, hogy majd a videó leírásába majd megkérdezem, hogy mi volt ez pontosan, és akkor ilyen könyvajánlót lehet, hogy majd beleteszünk, hogyha valakit ez jobban érdekel, mert volt itt olyan kérdés, hogy mi az az életkor, ameddig kifejezetten káros a képernyőzés, mi az, amitől kifejezetten szükséges, de nyilván ezek már lehet, hogy ilyen helyeken ez részletesebben utána lehet olvasni, hogy vagy ha esetleg van ehhez nektek valami konkrét, de nem muszáj. Én csak egy személyes tapasztalatot megosztanék ehhez. Harmadikos gyerekek videó csetelése téma. Tavaly karantén során én bevallom, megengedtem
a lányomnak, hogy, hogy a barátnőivel találkozzanak. Tehát már akkor szegények több mint egy hónapja nem látták egymást, még így se, még képernyőn keresztül se, és tényleg kezdtek nagyon depresszióba esni egymás nélkül. Úgyhogy összebeszéltünk a szülőkkel, és megengedtük nekik, hogy akkor egy kicsit videó cseteljenek. Ez nagyon örültek egymásnak először. Tehát az volt a tapasztalat, hogy, hogy a semmihez képest ez is egy hatalmas nagy előrelépés volt, hogy látták egymást, meg tudtak beszélni. Te mit csináltál, mutasd meg a füzetedet. Nagyon cukin el voltak. Aztán a harmadik alkalom után elkezdett, hát ennek az újdonság varázsa elmúlt, hogy akkor milyen játékokat lehet itt ezen bekapcsolni, nézd meg, mit tudok. Ez, ú, te jó, nekem is van ilyen, jó. Na, akkor mondtuk, hogy ezt akkor lehet, hogy nem. Tehát ha már nem egymással foglalkoztok, akkor inkább ezt hanyagoljuk. És következő lépésnek így kevésbé legálisan megbeszéltünk egy erdei találkozót. Véletlenül mindannyian arra kirándultunk. És na, hogy akkor viszont hogy örültek egymásnak, hogy személyesen találkoztak, azért az ég és föld. És hogy utána mennyivel jobban voltak. Teljesen feltöltöttek a személyes találkozástól, és utána már nem is akartak ők maguk sem visszatérni ehhez a csethez, mert az milyen unalmas, és hogy igazából úgy semmit nem tudnak kezdeni egymással. Köszönöm, hogy behoztad ezt a témát, mert egyébként erre is ki akartam térni, csak már annyira sokat beszéltünk ezekről. Ez az online oktatás, hogy most mindenről, amiről beszéltünk, ez szép és jó, de hogy most mi történik, amikor kötelező online tartani az órákat, vagy ki lehet-e ezt valahogy kerülni, vagy hogy mi nálatok a megoldás erre? Tartotok-e online órát, vagy tudtok-e úgy feladatot adni, hogy ezeket az elveket meg tudjátok tartani, vagy nem elvette, hogy ezt a megközelítést? De ebben is van egy folyamat. Tehát, hogy ez is egy, amit most az Orsi elmondott, szerintem ez mindenhol lezajlik. Tehát, hogy van egy évvel ezelőtt volt egy elképzelésünk arról, hogy most akkor ezt hogy fogjuk megoldani. Digitális oktatás, jó, akkor most valamit csinálunk, valamit kitalálunk, és megpróbáljuk azt úgy csinálni, hogy ez nekünk is jó legyen, meg az állami elvárásunknak is jó legyen, meg a vírusnak ne legyen jó. És akkor történt valami. És most meg egész más történt. Tehát egy év eltelt, van az a néhány hónap tapasztalat, meg nyilván a gimnazistáknak egy sokkal hosszabb tapasztalat, de arról az Otto jobban tud mesélni. És hogy most nem ez történt. Tehát, hogy most nem kezdtünk el most digitálisan tanítani, nem kezdtünk el online órákat tartani, ezt mondjuk tavaly sem tartottunk online órákat az alsó tagozatban, hanem igyekszünk most túlélni egy rövid időszakot, és aztán pedig kitalálni azt, hogy hogyan tudjuk úgy tanítani a gyerekeket, hogy ez legális legyen, de ne online órákat kelljen tartanunk. Tehát most például feladatokat kaptak a gyerekek erre a 3 hétre, ami a húsvéti szünetig van, ezeket hazavitték, és tulajdonképpen önállóan igyekeztünk olyan feladatokat adni, hogy ezek önállóan elvégezhetőek legyenek, ne a szülőknek kelljen ott ülni a gyerekekkel, és hogy ezeket teljesen normálisan, tehát hogy otthon el tudják végezni önállóan. Nyilván egy első osztályban én nem nagyon tudok feladatot adni, mert se olvasni nem tudnak még, se írni, se számolni, és ezt a feladatot nem adnám át a szülőknek, de hogy viszont meg látni persze szeretném majd a gyerekeket. Hát, hogyha az embert nézzük, akkor az előbb beszélünk, hogy jól láthatóan 3 része tagolódik van egy gondolkodó ember, van egy érző ember, és van egy akaró ember. És ha megnézzük, akkor egy kisgyerek az első hétig az akaratában él. Ő egy tevékeny, mozog, cselekszik, úgy éli át a világot. A következő 7 évben egy érző ember, főleg az érzésen keresztül éli át. Az érzésen keresztül tapasztalja meg a világot, és végül a középiskolában van, hogy a gondolkodó ember van. És egy online módon ismereteket át lehet adni. De nevelni nem lehet. Ismertet lehet közben, és meg lehet tanulni. Ezért ez a középiskolában olyan, ahol egyáltalán elképzelhető, hogy bármi történjen, vagy ahogy haladunk a kamaszkor felé, hogy ezen a platformon bármi történjen. De hogy mi azt próbáljuk kitalálni, hogy hogy lehet úgy feladatokat adni, hogy azok élvezetesek legyenek számukra,
ne kelljen a képernyő előtt ülni, hanem tevékenykedjenek, hozzanak létre, alkossanak, hozzanak létre, legyen ennek a folyamatnak egy alkotása, és nyilván bizonyos ismereteket meg át lehet adni, és ne essünk ki teljesen, tehát ne elveszett idő legyen, bizonyos ismereteket meg át lehet adni, és akkor ezt meg kell tanulni. Úgyhogy így próbáljuk ezt, és vannak, akik nyilván tartanak online órákat, kisebb csoportokban, nagyobb csoportokban, vannak, akik nem, csak konzultációkat tartanak. Tehát ahol kérdezni lehet, ahol gondolatokat lehet megosztani, ez teljesen különböző, hogy az egyes tanárok hogy csinálják, és nyilván a tantárgyuktól is függ, mert nyilván egy nyelvtanár az jól tud, tehát az egy gyakorlás eleve, hogyha ott abban az online térben is együtt csetelünk, beszélgetünk angolul. Nyilván ez fizikából egy teljesen más lehetőséget jelent, meg matematikából is. De hogy ez alkalmazkodik ahhoz, hogy milyen a tantárgy, és hogy mi az, amit tudunk csinálni. De az fontos tudni is, hogy itt egyetlen dolgot lehet ismeretet átadni. Egyéb dolog ott így nem történik köztem és a gyerek között. Ez is izgalmas tapasztalat volt nálunk a felső tagozatban, a gimnáziumban, hogy amikor a gyerekek vagy a diákok bejöttek az iskolába, akkor igazából művészeti óráik voltak. Tehát, hogy úgy éreztük, hogy amire szükség van, az nem az, hogy most akkor elkezdünk órát tartani, és akkor ismeretanyagot adunk át, hanem művészeti órák, mozgás, tehát olyan órák legyenek, amik azt táplálják, ami ebben az időszakban teljesen elveszik a gyerekektől. Ehhez kapcsolódóan még a felvétel előtt beszélgettünk, és említetted, hogy a Solymári Waldorf iskolában tavaly az év digitális tanári kara című díjat kaptátok, hogy ez valószínűleg sokaknak nagyon furcsa. Igen, de hogy ebben az az érdekes szerintem, hogy ebben pont azt próbáltuk bemutatni, hogy lehet úgy digitálisan oktatni, hogy nem a számítógéphez kötve adsz feladatokat. És ez úgy tűnik, hogy a normál oktatási rendszerben is, vagy hát abban a bíráló bizottságban elismerésre talált, hogy érdekesnek tűnt, és hogy ezzel lehetett egy ilyen díjat nyerni, hogy ezzel a faramúci dolog, hogy nem ott ülsz előtte, hanem pont elküldöd onnan, és attól leszel te az év digitális tanári kara. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy elküldöd a géptől, és ezáltal nyered meg ezt a díjat. Ez furcsa, de hogy ezt értékelik, hogy mondjam, ezt más is vágyik arra, mert azt érzi, hogy bent ülni 10 órát a szobában, és akkor nyomogatni, és akkor még akkor is, ha ilyen nagyon érdekes videók jönnek valamire, csak így válaszolni kell, vagy mit. Tehát, hogy ez azért nem jó, úgy tűnik. És amikor látják ezeket, mert akkor a gyerek ezt videóra is vették, hogy tevékenykedik a kertben, meg a csinálja azért, vagy főz is, hogy ez teljesen más látvány. Tehát ez jó látvány látni a gyerekeket tevékenykedni, mint hogy ül a számítógép előtt, és akkor nyomogatja. Tehát egy más látvány. És ez hozta meg szerintem ezt a díjat, hogy olyan digitális oktatás, ami tulajdonképpen nem digitális. Annyiban digitális, hogy a feladatot ott kapta meg. De egyébként semmi digitális nincs benne. Ehhez még van esetleg gondolatotok? Én csak abban bízom, hogy igazából ez az időszak, ez a vírusos időszak és a digitális oktatás, az meg fogja mutatni igazából azt, hogy amiről beszélünk. Tehát, hogy mi az, ami ezen keresztül nem működik. És amit a gyerekek amit az Orsi mesélt, hogy a gyerekek megtapasztalják, ezt szerintem felnőttként is megtapasztaljuk, hogy ezek a dolgok nem működnek így, hogy csak ebben vagyunk. És talán az, hogy nem jó irány az, hogyha bevisszük a számítógépet ezeket a mindennapi oktatásunkból. Ugye, mert volt egy ilyen, hogy minél több digitális eszközt, vagy az érdekesebbé teszi, hogy talán azt tudjuk mondani, hogy lehet, hogy mégse ebbe az irányba kéne menni. Hanem mennyire fontos, hogy személyesen csináljunk valamit a gyerekekkel, és hogy az nem ugyanaz, mint hogyha otthon ülne, és akkor, mert otthon is meg tudja tenni, hogy ül és nézi, amit kivetítenek a falra. Ehhez nem kell ott lenni. És látjuk, hogy ez nem feltétlenül jó. Talán lesz most mindenkinek egy tapasztalat, elgondolkodik, hogy lehet, hogy nem ez az irány, ami most kéne, hogy az iskolában minél több digitális eszköz, és minél kevesebb embert. És hogy nekem az a dolgom, hogy csak újra elindítsam, és akkor ezt egyszer megcsináltam, azt a következő évben el tudom indítani, aztán a következő évben is el tudom, aztán mindig el tudom indítani. Én ülök, nézem, és a gyerekek meg nőnek, fejlődnek, és nevelődnek. Tehát, hogy ez valahogy illúzió szerintem. De ezt talán erre most rájövünk, hogy ez nem így van. Én ebben bízom, hogy talán ez egy általános tapasztalat lesz.
Következő témakör, ez az előző beszélgetéshez kapcsolódóan merült fel, hogy most is kérdezzünk erről titeket, de valószínűleg ez másoknál is elő szokott jönni ez a téma. Ez a Waldorfon kívüli külön órák, és ezen belül a sport és a zenetanulás, ami kapcsán így sokat beszélgettünk az előző alkalommal. Például a sportolás, illetve a versenysport, ez is sokan azt gondolják, hogy a Waldorf ezt nem támogatja, nem szeretné, hogy gyerekek ne járjanak külön foglalkozásra, illetve a foci szokott még egy ilyen szűk keresztmetszet lenni, hogy focizhatnak-e a gyerekek az iskolába, illetve járhatnak-e azon kívül focizni. Így ebben a témakörben szeretnék egy kicsit bepillantást nyerni, hogy akár mondjuk konkrétan nálatok ez hogyan zajlik, vannak-e ebből nehézségek? Hát ottó. Tied a pálya. Hát, ugye megint, tehát hogyha megnézzük a gyerekeket, mert hogy az, amit mondtunk, hogy nem az a kérdés, hogy a Waldorf iskola nem akarja, hogy a gyerekek sportoljanak. Inkább az a kérdés, hogy mikor nem akarja, hogy sportoljanak, és akkor viszont miért nem akarja, hogy sportoljanak. Mert hogyha megnézzük a gyerekeket, ugye megnézzük egy 7 éves korú társaságot, akinek születésnapi zsúrja van, és vannak 20-an, hogy az milyen kép az, ami előttünk van, ahogy a gyerekeket látjuk. Állandó mozgásban vannak, nem? Tehát, hogy most akkor hajón vannak, akkor most tank van, akkor most, tehát állandó mozgásban vannak, általában zajosak, tehát, és nem üldögélnek, hanem úgy mozognak. Használják a fantáziájukat. És amikor kamaszok lesznek, ugyanezek a gyerekek ugyanezen a zsúron, hát akkor már nem az a helyzet, hogy így, hanem akkor üldögélnek, beszélgetnek. Tehát, hogy a gyerekek onnan indulnak, hogy a fantázia és a mozgás világából, ahol a mozgás teljesen szabad. És ha most nézzük a játékot és a sportot, akkor a játék az a terület, ahol az ember használja a fantáziáját, ahol mindenféle mozdulatot végez, és ha megnézzük a sportot, ott egy adott sportágnak nagyon szűk szabályai vannak, nagyon szűk mozgásképe van. Tehát, hogyha egy teniszező, aki 20 éve teniszezik, és a kezébe adunk egy pingpongütőt, akkor az megmondom őszintén, hogy nevetségesen néz ki, mert annyira beleívódtak azok a mozdulatok, mert speciális mozdulatok. Tehát a gyerekek ebből a fantáziából, a játékból eljutnak a sportra, sporthoz. Tehát ez azt jelenti, hogy nem szeretnénk, mert túl korainak tartjuk, és akkor megint meg lehetne vizsgálni, milyen hatása van a versenyszerű sportnak a fizikai testre, az izületekre, a éppen fejlődő testi lényre, a lelki lényre, meg a szellemi részére, és utána viszont, amikor eljön a kamaszkor, akkor meg azt mondjuk, hogy minden középiskolás gyereknek versenyszerűen sportolnia kellene. Mert az az a időszak, amikor a sport az jótékony hatással van arra a lelki viharra, amit átélnek kamaszként az ember. Egy kamasz egy nagyon nehéz időszak, mert az ember maga se tudja, hogy mit szeretne. Nagyon erős érzelmi dolgok vannak. És a sport ezt nagyon jól kordában tudja tartani. Tehát amíg a versenyszerű sportot nem gondoljuk a általános és kicsi gyerekeknél, ugye 12-13 éves kor, hogy ez elkezdődik. De itt megint az a fontos, szerintem, hogy nincsen általános kép. Mert azt mondja, hogy ne sportoljon. Igen, de akkor mit csinál délután? Otthon ül, használja, az előbb beszéltünk a számítógépet, egészen, akkor lehet, hogyha találunk egy olyan sportágat, ahol kedves az edző, ahol eleve nem vers, hanem akkor jobb, ha valamár, akkor már sportol valamit. Tehát nincs erre egyértelmű válasz, csak tudjuk, hogy mit okozunk vele, mitől akarjuk távol tartani, és hogy akarjuk őt szépen belenevelni a sportvilágába, és akkor egyénnek kell döntéseket hoznunk. És hogy, mert mindig megmondom, az ára. Tehát lehet, hogy sokkal jobb, ha elmegy és sportol valamit. De ez megint egy olyan téma, amit meg kell, hogy értsünk, és közösen kell, hogy megbeszéljünk a szülőkkel, hogy mindez a döntés egy belátásból szülessen, hogy miért jó a gyermekeknek. Viszont nem azt mondjuk, hogy ne mozogjon. Tehát ne versenyszerűen sportoljon, de minden gyermeknek ugye mozognia kéne. Azért lenne jó, ha a Waldorf iskolák, ahogy felnőnek és eltelik egy annyi idő, hogy meg tudnak már teremteni olyan körülményeket, ahol a gyerekeknek mozgás lehetőségeket kínálnak. A harmadikosnak olyat, ami egy harmadikosnak való, a középiskolások olyat, ami egy középiskolának való, ahol különböző a középiskolások különböző sportágat tudnak választani, különböző
csapatokban, iskolai csapatokban tudnak részt venni. Hogyha belegondolunk a saját gyerekkorunkban, ezek a stációk, amikor még csak néző vagyok, és talán majd egyszer, akkor majd én is oda fogok. Akkor még már oda kerül, de még mezt nem kapok, hanem még csak ott vagyok, még, és aztán meg jön a pillanat, amikor már a mez is az enyém, és akkor elkezdek versenyezni. Tehát ez egy nagyon jó dolog lenne ezt így, ha a gyerekek át tudnak élni, de ma az a probléma, hogy egyre inkább megszűntek a tömeg sport lehetőségek. Egyre szűkebb a keret, és egyre inkább a versenysport felé megy el, ami viszont nem feltétlen egészséges a kisgyerekeknek. Tehát én azt mondom, hogy ezt mindig meg kéne fontolni, hogy milyen mozgás, mi történik az edzésen, mert nagyon jó edzők vannak, akik ezt látják, és nem kezdik túl karán, és játszanak még a gyerekekkel. Tehát ez nagyon egyéni. De az biztos, hogy egyre inkább szűk a lehetőség, és a Waldorf iskoláknak kéne úgy felnőni, és ehhez kellenek tornatermek, olyan tanárok, akik tudják, hogy mi való, hogy miért azt gondoljuk, és akik felnövelnék ezeket a gyerekeket, mert hogy viszont a mai korban a mozgás az életfontosságú. Mert hogy úgy tűnik, hogy egyre inkább beszűkülünk a mozgásunkban, egyre kevesebbet mozgunk, egyre több mindent el lehet intézni, úgyhogy bárkivel találkoznánk. És viszont a mozgás az nem csak annyi, hogy egészséges tudjak lenni testileg, hanem az nagyon sok mindenben az emberré válásomat segíti, úgyhogy az nagyon fontos lenne, hogy mozogjunk, örömmel mozogjunk. Vannak ilyen, és ebben a játék szerepe, még felnőtt korban is. Angliai vizsgálatok voltak, depressziós, öngyilkos, sokat vizsgáltak, hogy vajon mi lehet ennek az oka. És nagyon érdekes, hogy konzisztensen a játék az életükben jóval kevésbé volt jelen, mint az összes többi embernél. Hogy a játéknak milyen nagy szerepe van az ember lelki, higiéniai és egészsége szempontjából. Úgyhogy röviden csak ennyi, de ez egy óriási téma, hogy mit és miért, de ez, még ez, hogy nem általában tiltunk, hanem mit gondolunk, hogy mit kéne csinálni, és ott is, hogy mit. Tehát nem az, hogy ne sportoljon, de mit csináljon helyette, milyen játékokat játszon, hova menjen. Úgyhogy ez lenne a fontos. Nagyon, nagyon fontos szerintem, mert most nagyjából a legtöbb témakörnél ide ez a lényege, hogy igazából miért és mikor, de hogy mégis a legtöbb esetben én nagyon sokszor találkozom ilyen kérdésekkel, hogy szabad, nem szabad, akkor hogyan, tehát hogy valahogy szerintem ez nagyon fontos ezekről beszélni és ezt kimondani, hogy túljutni ezen a kérdésen, hogy mit szabad, mit nem, hanem a miérteket megnézni. Ennek kapcsán egyébként írtak sokan kérdéseket, ez szerintem részben erre is már Otto válaszolt, de hogy mi van akkor, hogyha a gyerek maga szeretne balettozni, úszni, stb. Járni, kicsi korától kezdve, de nyilván erre akkor valószínűleg válasz, hogy ha kevés a lehetőség a nem versenyszerű sportolásra, akkor ez egy komoly kérdés. Ha én tudom, hogy mit tesznek mondjuk a balett, az mit okoz a testével, mit csinál, és ez jó-e az a mozgás, vagy helyette tudok, mert mindig az a kérdés, hogy tudok-e valami mást kínálni helyette, illetve, hogy amiről beszéltünk, hogy a gyerekek mit szeretnének, nagyon sok mindent szeretnének a gyerekek. Rengeteg édességet szeretnének enni, tehát sok mindent szeretnének, amit mondtam. Tehát a likőr nagyon finom lehet, nagyon édes, nagyon kellemes, azt is szeretné esetleg, meg rengeteg dolgot szeretne, amire nekünk, felnőtteknek, ha úgy gondoljuk, hogy az nem segíti az ő testi, lelki, szellemi fejlődését, akkor azt mondjuk, hogy ne ezt, inkább csináld helyette azt. És ezt nekünk kell tudni. Szeretne kimenni kis trikóba télen -6 fokba. Nagyon imádná. De valamiért azt mondjuk neki, hogy most ne. Vagy nem mindig engedjük. Tehát ezek ugyanazok a persze, hogy ezt is mondom, ezt át akarjuk hárítani a felelősséget. Nem akarunk konfliktust vállalni. Tehát mert akkor ugye hozzánk vágja, hogy nem szeret, hogy ezért vagy, és ugye már kisgyerek is mondják, hogy bezzeg viszont a unokatestvérének, az izének azt lehet, te miért vagy ilyen vaskalapos. Tehát nehéz ma konfliktust vállalni a gyerekekkel. Viszont ugye ez azt jelenti, hogy amikor egy konfliktust vállalok, akkor határt mutatok neki. És azzal, hogy határt mutatok, ezeknek a gyereknek biztonságot adok. És nagyon sok gyerek ezt a biztonságot keresi, és ez olyan, mintha át akarsz kelni a mocsáron, és látod, hogy ott vannak a kövek, akkor először mielőtt rálépni, akkor nem lépsz rá, hanem jó erősen megnyomogatod. És ezek a gyerekek, akik határokat keresnek, ezért nagyon erősen lázadnak ezek a határok ellen, mert biztosak akarnak lenni benne, hogy az ott van. És ekkor vagyok biztonságban.
És ezt, ettől mi felnőttek visszariadunk, mert úgy érezzük, hogy gonoszak vagyunk, vagy akkor nem szeretjük eléggé. De hogy a gyerekeknek pont erre lenne szükségük, hogy ezt a biztonságot megadjuk nekik. És abból a, és nem azért, mert hogy én nekem ez a heppem, hanem én tudom, hogy miért jó ez neked. És hogy ez nagyon sok gyereknél van ma, ha megnézzük, ez a határtalanság. Nincs biztonságuk, el vannak veszve, és próbálgatják, keresik ezeket a határokat, és ez csak úgy lehet, hogyha ezt elég szilárdnak látják. Mert ha nem, akkor már megint nem. És egy újabb csalódás. Tehát ez nagyon fontos lenne ebben, hogy mit akar a gyerek és mit nem, hogy egy bizonyos korig, tehát tehát az első időszak, amikor én tudom, ismerlek téged, tudom, hogy fejlődsz, ezért neked erre van szükséged, én eldöntöm, és én hozok döntéseket. A következő fázis, amikor meghallgatom, hogy te mit gondolsz, mert az én döntésemhez szükségem van arra, hogy te elmondd nekem azt, amit te, és én ez alapján fogok döntést hozni. És ez nagyon sokszor az szerencsés, hogyha ebben én nyitott vagyok, és van néhány eset, amikor valóban beismerem, hogy neked volt igazad. Én először így gondoltam, most, hogy beszéltünk, most azt látom, de a döntés még mindig az enyém. És van egy harmadik szakasz, amit meg kell tanulni kamaszként, hogy neked is vannak igényeid, nekem is vannak igényeink, és közösen eldöntünk valamit, hogy lesz ez nekünk, kettőnknek a legjobb. De ezen végig kell menni, és ez a legnehezebb, én ma azt mondom a mai korban, ez a legelső stádium, amikor én döntök. A második is nehéz, amikor meghallgatlak, mert akkor általában meghallgatlak, de nem érdekel, hogy mit mondtál, eldöntöm most úgy van, amíg az én kenyeremet eszed meg, amíg akkor majd én ezt tudom. És aztán a harmadik, az meg már ott megint egy, általában átmegy egy harcba, és akkor kamaszokkal nagyon szeretünk harcolni, pedig az az ő területük. Ott ők nagyon jól el vannak, és ott nagyon nehéz győzni, de ezt nem látjuk át, ez a kilincsem rángatta, ordítva, jól csinálta, csak fordítva, mert hogy vannak ilyen berögzött képeink, de hogy ez a, tehát én erre ezt mondanám, hogy ezt értem, és attól függ, hogy hány éves a gyerek, hogy mit csinál, hogy ő szeretne ezt vagy azt. És egyébként ez már az előző témánál is akartam kérdezni, hogy talán az kérdés lehet ilyenkor, hogy ezt hogyan mondjam meg, vállalom a felelősséget, de hogy ezt hogyan kommunikáljam le, mert nyilván talán ilyen szempontból egy nagyobb gyerekkel könnyebb, mert tudsz mérteket mondani, de hogy egy 7 éves gyereknek hogyan, azért, mert azt mondtam, gondolom, az nem biztos, hogy a legcélra vezetőbb mondat, de mégis, hogy a szülő felelősséget vállal, de hogy hogyan tudja elmondani, hogy miért, hogy ez neked jó, vagy ennyit kell mondani, hogy ez tudom, hogy ez így jó lesz, tehát Szerintem, na ez egy másik nagyon jó kis téma, tehát az, hogy nem magyarázom meg. Tehát, hogy az a gyerek, aki ekkora, 7 éves, és történnek dolgok, nem, tehát ha pálinkás például, pálinka volt? Pálinka. Legyen pálinka. Pálinkás például nem marad. Aztán jobb, édesebb is. Likőrnél maradunk. Nem kezdem el megmagyarázni egy 7 éves gyereknek, hogy azért nem isszuk meg a likört, mert akkor majd az történik, hogy a véredben megnövekszik az alkohol tartalom, és akkor elkezdesz majd berúgni, és akkor elkezdesz szédülni. Fotókat mutatok a májaddal, hogy mi fog történni majd a májaddal. De hogy ezek ez, most viccesen hangzanak. Mert ezek viccesen hangzanak, de nem, ezt csináljuk. Tehát amikor elkezdünk egy 7 éves gyereknek magyarázni arról, hogy miért nem megy ő el most balettozni, Ott megint a saját, tehát miért akarom meggyőzni? Nem kell meggyőznem. Én döntésem, az én felelősségem. És az én határom. És azt mondom neked, hogy ez most nem fog megtörténni. Nem lesz. Kész. Nem megyünk balettozni 7 évesen. Kész. Szerintem ez a mondat, hogy azért, mert a gyerek szeretné, ez semmi más, mint a saját felelősségünknek az átadása a gyereknek, és nem a mi felnőttségünknek a nem tudom. És amint elkezded magyarázni, ez a határban nem lesz biztos. Tehát azt a biztonságot nem adom meg neki, amire, és nagyon sokszor a gyerekek azért kérdeznek, mert figyelem, nem azért, mert válaszokat akarnak, hanem a figyelmet akarják. És ugyanígy nem a határokat akarják, és ezt nem szabadna összekeverni. És nagyon sokszor van ez a, akkor tudom ezt elmondani, ha meg tudom győzni, hogy igazam van, mert akkor működik. Ez nem így működik. Ha én magam tudom, hogy ez helyes, akkor működni fog. Győzködöm, nem fog működni. Ez nagyon érdekes, nem tudom, volt ez neked, de hogy én ezt tapasztalom, hogy ez így van.
hogyha ezt megpróbálod észérvekkel megoldani, akkor nem fog működni. Elveszti a bizalmát abban, hogy én tudom, hogy mit akarok. Mert próbálom neki magyarázni, és nem érti, hogy miért. Mert hogy ezt nem fogja megérteni. Tehát az intellektusával nem fogja tudni fel. De ez mindennel így van. Igen, ez mindennel így van. Így van, abszolút. Igen. És jönnek az újabb mértek, és az újabb mértek, és sose fogsz a végére jutni. Tehát, hogy egyszer meg kell, tehát megszületik az a pont, amikor azt kell mondani, hogy nem. És minél inkább belemegyek egy magyarázásba, de ez kortünet. Tehát, hogy ez nem, ez mindenki, mindannyiunknak a nehézsége, hogy azt próbáljuk, hogy meggyőzzük a gyereket arról, hogy ez neki nem jó. Nem ez a feladat. Nem ez a feladat, hanem az a feladat, hogy én, mint felnőtt odállok, és azt mondom, és most persze megint, tehát amit az otthon mondott, ez nagyon fontos. Mondom, a kisgyerekekről ezt csináljuk, beszél. Mert ha kamaszokkal ezt csináljuk, az tragikus. Tehát ha kamaszokkal ugyanezt próbálom csinálni, az tragikus. Tehát akkor ott az, tehát ez... Tehát nem mindegy, mikor csinálom, és ezért kell tudni váltani, és változtatni, és nem marad ugyanolyan. Mert nagyon sokszor, ez a másik hiba, amit elkövetünk, hogy kamaszokkal ugyanolyan. Azért, mert én mondtam, vagy azért, amit mondtam, azért, mert amíg az én kenyeremet eszed, addig úgy van, ahogy én akarom. Ez tragikus. Ami az egyik esetben működik, az a másik esetben pont az ellenkezője. Ezért nem mindegy, és ezért kell együtt tanulnunk, hogy mikor, hogyan kell reagálnunk úgy, hogy az működjön és segítse a gyereket. És ehhez még hozzátenném, hogy az sem mindegy, hogy hanyadik gyerekről van szó, mármint ott a családon belül. Mert hogy lehetnek szép elképzeléseink, meg elveink mindenről, amit még így egy első gyermeknél meg tudunk valósítani. Na de amikor jön a kicsi, azt nagyon-nagyon nehéz megtalálni ott az egyensúlyt, hogy van az, hogy neki már szabad, neki még nem szabad, és aztán akkor a többiekről még nem is beszéltem. Ez egy külön kérdés, nagyon érdekes. A testvérek, tehát hogy hogyan és hogy hogyan bánjon szülő a testvérekkel, mert is rengeteg dolgot csinálunk, ami megnehezíti ezt a helyzetet. És vannak képeink, hogy milyennek kéne lenni a testvérpárnak, a gyerekeinknek, és akkor megdöbbenve tapasztaljuk, hogy nem olyan. Igen, miért veszekednek állandóan, miért, pedig úgy, hogy milyen jó lenne, hogyha harmonikusan szépen lennél, de azt megértjük, hogy miért van ez, akkor ez teljesen más helyzetet tud teremteni. Ez a megértés, ez fontos. Lehet, hogy majd ehhez is kérek tőletek könyvajánlót, vagy bármilyen, amerre el lehet indulni, keresgélni, hogyha valaki nagyon foglalkoztat ez a téma, hogy hol tud ennek jobban utána nézni. De neked itt a más összes könyve, a vége, amit most nem olyan régen írt, mindenről szól. Ja, te Kim Payne-nek vannak nagyon jó könyvei. Így van, egyszerűbb gyerekkor, meg a melegszínű fegyelme. Igen. Ami még itt felmerült, ez is konkrét kérdések kapcsán tettük bele ebbe a beszélgetésbe. Hangszertanulás, hangszerválasztás. Van olyan iskola, ahol nem ajánlják, hogy harmadik osztályig külön órán tanuljanak, és mert hogy valamilyen hangszert választanak első és második, harmadikos gyerekeknek, és itt is felmerült, hogy hát nem tudjuk miért, nem ajánlják. Hát jó, akkor ezt most elfogadjuk, de hogy emögött is lehet, tehát hogy erről is, ha esetleg tudtak néhány szót, mondatot ejteni. Igen. Tehát nem tudom, hogy ki az, tehát csak hogy ha egy olyan szülő, aki Waldorf iskolában jár, és nem tudja, hogy miért, de elfogadja, ez nagyon szép, de jó, tehát hogy ott nekünk sok dolgunk van, tehát hogy a tanároknak jó lenne elmondani. Tehát nem a zenét nem ajánljuk igazából a harmadik osztályig, hanem az. Tehát én azt látom most a saját osztályomon, meg a kicsiken általában, hogy egy óriási váltás van, belépnek az iskolába, rengeteg feladatuk van, ami nem klasszikus értelemben vett tanulási feladat, hanem rengeteg minden történik ezekkel a gyerekekkel, ami délelőtt történik. És aztán utána, ami délután történik, az nagyon fontos, hogy ne egy újabb foglalkozás legyen, ne valami más dolog történjen, egy újabb inger, hanem mindannak a dolog, mindannak a délelőttnek a feldolgozása történjen, ami az iskolában történt. Belépnek egy új közösségbe, egy 30 éves osztályba belép egy 7 éves vagy 6 éves gyerek. Ott el kell igazodnia. Új szabályrendszer van, órák vannak, különböző tanárok bejönnek és tartanak valamit. Ezt mind meg kell szokni, és ezt nem csak meg kell szokni, hanem fel is kell dolgozni. És ez történik délután, meg éjszaka. És ennek a ritmusa nagyon fontos. Tehát az, hogy nem zenét nem tanulunk, hanem
délelőtt iskolában vagyunk, délután feldolgozzuk mindazt, ami történt délelőtt. És persze megint lehet, hogy akkor speciális eset így, meg úgy, meg amúgy, de hogy alapvetően ezt az elejét, ezt egy viszonylag védett időszaknak szeretnénk megtartani a gyerekeknek, hogy ez mind megtörténjen. És a hangszer választás, meg a hangszer az megint egy külön történet. Tehát az, hogy hogyan tanítunk zenét egy Waldorf iskolában, annak megint van egy mikor, hogyan persze, de ebben a kicsi korban van egy nagyon védett, óvott időszak, amikor mindenfélét csinálunk egy-egy zeneórán. Nem hangszerekkel dolgozunk, hanem kövekkel, fákkal éneklünk, játszunk, együtt vagyunk. És ennek az órának van egy speciális hangulata, egy lírázunk, furujázunk. Tehát, hogy vannak hangszerek, amik megjelennek, de azok is okkal jelennek meg ebben az időben, és nem nekem az jutott eszembe, hogy lírát hozok be, vagy nekem az jutott eszembe, hogy furuját hozok be, hanem egy csomó mindent tanulnak a gyerekek ezáltal. És amiért a hangszerválasztást későbbre szoktuk tenni, az éppen ezért van, mert ott megint valami kötöttség van. Ott megint ezt az élményt, hogy behozok egy adag követ, hogy behozom a fákat, és azoknak a hangját megéljük a gyerekekkel, megértjük, vagy azokat az ismerős dolgokat feldolgozzuk, ehhez az időszakhoz kapcsolódik. És amikor amikor már megjelenik egy hangszer, amit elkezdek gyakorolni, ahogy elkezdek ahhoz fordulni, az egy későbbi időszak. És ez általában a harmadik osztály. Amikor egyébként is van egy nagy váltás, tehát ott már egész másképp történnek a dolgok, a gyerekekben is van egy nagyobb váltás, és itt megjelenhet már a hangszer, és akkor választunk egy hangszert. És akkor itt megint jön az a következő kérdés, hogy melyik hangszert választom, miért azt a hangszert választom, rengeteg szempontot lehet figyelembe venni, és hogy mi a szándékom, mert mint minden, ebben is lehet egy nevelő szándék, egy pedagógiai szándék, hogy azt a hangszert nem azért választjuk, mert a gyerek azt szeretné, persze nem baj, ha a gyerek szeretné azt a hangszert, de hogy hogyan nevelem tulajdonképpen ezáltal, milyen irányokat adok neki, hogyan segítem őt abban, hogy ő formálódjon. És akkor itt bejönnek a temperamentumok, lehet választani azt szerint, hogy ki milyen temperamentum, azoknak a temperamentumoknak megfelelően be lehet a hangszereket nagyjából sorolni, hogyan képezzük a hangot, melyik hangszeren hogyan képezzük a hangot, ehhez kapcsolódik az, hogy milyen temperamentum, mi az erőssége a gyereknek, a gondolkodás, az érzés vagy az akarat, és azokat figyelembe venni. És akkor azt erősíteni, amiről azt gondoljuk, hogy neki jó. Tehát, hogy rengeteg ilyen szempont van, ami a hangszerválasztásnál fontos. És akkor még megint jönnek a számtalan kérdés, mert hogy akkor hogy kerülök ki a sportnál, hogyan kerülnek ki a Waldorf körből, hogy jelenik meg, hogy egy zeneiskolába hogyan kerülnek be a gyerekek, ami megint egy másik világ. Ott mi történik, hogyan tanulnak, szolfést tanulnak, ami egész újdonság, mert hogy a zenét egészen szétbontjuk, és teljesen intellektuálisan próbáljuk megvizsgálni, ami megint csak nem egy klasszikusan waldorfos dolog. Tehát, hogy rengeteg szempont van, amit itt figyelembe lehet venni. Szerintem a másik nehézség a túl korai kezdéssel, akár a sportnál, akár itt, hogy akik korán elkezdett sportolni, vagy túl korán kezdett például a hangszert, az belefárad a kamaszkorára. És akkora hagyja abba, és már nem nehéz el, pedig ugye a kamaszkoron kéne sportolnia, és kamaszkorban kéne tevékenységek, például a zene, és akkora már egyszer elment a kedve, és nem bírod rávenni, mert túl korai volt neki, nem érezte jól magát, nincs jól, és amikor meg kéne, akkor meg már nem akar. Tehát én nem mondom, hogy mindenki, de nagyon sok ilyen tapasztalatom volt, hogy ez történt a gyerekekkel, a hangszernél is, meg a mozgásnál is, túl korán, hogy kamaszkorokra elfáradtak, amikor igazán kellett volna nekik. És hogyan néz ki egyébként a gyakorlatban, mondjuk ha egy szülő, tehát megkeresi az osztálytanítót, hogy szeretne, vagy mondjuk a gyerek is, meg ők is szeretnék, hogy valamilyen hangszert válasszanak, és akkor
És akkor ez egy beszélgetés, mondjuk a tanár nyilván a bizonyítvány írásra elkezdve, tehát ahogy tudom, elég alaposan figyeli a gyerek fejlődését, hogy akkor hogy, hogyan történik ezeknek a szempontoknak a figyelembevétele. Mi nálunk, pont van egy ilyen dilemma a nagyobbik lányommal, neki a zongora nagyon szimpatikus, nagyon szeretne. Nem tudom, azért, mert hogy én is zongoráztam régen, vagy azért, mert a nagymamánál van otthon egy, és azra le tud ülni, és ki tudja próbálni. De az osztályfőnöke neki leginkább a csellót, vagy a fuvolát ajánlja. És hát, hogy ez hogy derült ki, volt, most ugye nincsenek szülői estjeink, hanem személyes beszélgetéseket tudtunk csak így lebonyolítani, és akkor elmondta nekünk is, hogy ő így látja, és hogy ő nagyon örülne neki, hogyha vagy cselló, vagy fuvola lenne, illetve utána mesélte nekem a lányom is, hogy ebédkor, amikor leült ugye az osztályjal együtt ebédelni, akkor ők is ott beszélgettek, hogy te neked milyen jól el tudnám képzelni ezt a hangszert neked, ezt a hangszert neked, ezt a hangszert. Szóval ezt azért ők meg szokták beszélni, illetve a szülőkkel is. Legalábbis a negyedikben nálunk. Engem szoktak keresni ilyen kérdésben, mert zenét is tanítottam, most éppen nem tanítok, de több osztályban tanítottam. És akkor ezzel kapcsolatban meg szoktak keresni szülők, de nyilván ilyenkor az osztálytanító van, tehát hogy én vele szoktam egyeztetni, mert nyilván a gyerek az a kérdés, hogy a gyerekről mit tudunk, és hogy neki mi lenne a megfelelő hangszer. Tehát ilyen értelemben én csak tanácsot adok, hogy elmondom, hogy miért gondolom. Ez fontos szerintem, hogy a döntés a szülői. Tehát ez fontos, hogy mi tartozik hova. Tehát, hogy ki, hol és miben, tehát ezek megmaradjanak, hogy nekünk nem célunk a szülőket nevelni, mi együttműködni tudunk a szülőkkel, és nem tanítani akarjuk is utasítgatni, és ezért nem együttműködni. És ez az otthoni terület, és én el tudom mondani, hogy mit gondolok, hogy a gyereknek mit kéne csinálni otthon, és tudom kérni, hogy esetleg próbálja meg, de én nem tudom azt mondani, hogy ezt így kell csinálni, és ilyen értemben ez nálunk így volt, hogy akkor én elmondom, hogy miért gondolom és mit, és ők döntik el, hogy aztán milyen hangszert. Ehhez kapcsolódóan volt még egy konkrét kérdés, hogy nem fordulhat elő, hogy egy mondjuk a temperamentum alapján történő hangszerválasztásnál esetleg a gyerek az egyik végletből a másikba esik, tehát mondjuk egy félénk kislányból nagyon extrovertált fiatal lesz, vagy akár, hogy egyszerűen rossz a választás, és ezt azt veszik észre, hogy nem biztos, hogy ez jó volt, hogy ilyen esetben mi a teendő. De tehát az a kérdés, hogy amikor tehát hangszert, ugye az volt, hogy ha hangszert választunk, akkor mi alapján választjuk? Ez például lehet a temperamentum, de nem feltétlenül kell a temperamentum alapján választani. Tehát lehet egy érzésed, hogy a gyereknek te szerinted most, amit a Zsolt mondott, hogy most inkább hol kéne, tehát a mozgás neki most inkább itt kell, ugye nagyon és akkor ugye egy zongora az ott megütötted, az ott szól. A hegedű az egy teljesen más. Tehát hogy nem feltétlenül ez temperamentum, egyszerűen lehet egy érzés az embernek, hogy a gyereknek mi segítene most, milyen hangszer. És lehet, hogy ebben téved. De hogy ezek nem örökre választod, tehát azt lehet látni, hogy például egy dobolás nem tett jót neki. Akkor lehet, hogy szépen lehet ezen változtatni, vagy nem. Tehát nem lehet tudni, mindig megvan a tévedés lehetősége, hogy nem jól találtad el, hogy mit javasoltál. Következő kérdéskör, amiről még mindenképpen szerettünk volna beszélni, ami szerintem ti is nagyon sokszor találkoztatok ezzel a kérdéssel, hogy burok-e a Waldorf? Nem fog ez hátrányt jelenteni a gyerekek életében, akár már gyerekkorukban, vagy akár később felnőttként, hogy egy ilyen másmilyen közegben nőnek föl, mint ami mondjuk nagyon sok más helyen tapasztalható, vagy esetleg ez előnyt jelent, ti ezt hogy tapasztaljátok? Jó, hát attól függ megint szerintem, hogy milyen korosztályt nézzük, mert még az ovisokat nézzük mondjuk, nekik szerintem hihetetlenül kell még az, hogy ilyen óvóvédő burokban legyenek. Még az első-második osztályosoknak is szerintem nagyon jó, aztán utána már kevésbé, és akkor visszatérhetünk egy korábbi adáshoz, hogy onnantól kezdve viszont lehet, hogy jobb, ha ez egy biztos bázis. Úgyhogy szerintem ez a kettő nem feltétlenül üti egymást, csak nem egyszerre kell, hogy megjelenjen, hanem
átalakul egy idő után. Persze, egy burok. Szerintem ez nem kérdés. Tehát, hogy hogy egy Waldorf iskola burok, vagy az óvoda, az világos. Tehát, hogy ez egy ilyen világ, amiben mi itt élünk, és ez ahonnan kinőnek gyerekek. De hogy a szabadságra nevelődnek. Tehát, hogy az van, hogy igen, van ez a burok, de ez a burok az, ami őket óvja, ami engedi, hogy igazából ki tudjanak nőni. De a cél nem az, hogy ebben a burokban tartsuk őket, hanem akkor azt elrontottuk. Tehát, hogy a cél az, hogy azok, akik ebben a burokban vannak, 13 évig, vagy még óvodában még 3 évig, utána úgy álljanak ott a végén, hogy önállóan tudjanak létezni ebben a világban, ami most van. Tehát, hogy nem a saját világunkra neveljük őket, hanem arra a jelenlegi helyzetre, amiben vagyunk. És abban nekik meg kell állniuk a helyüket. Akkor csináltuk jól. Ez a burok meg ott marad. Ezt ha jól csináltuk, akkor az ott marad. Nem viszi magával, de persze mindig vissza tud nyúlni. Tehát, hogy az a közösség, amiről az elején beszéltünk, az mindig ott marad. De hogy még nagyon sok mindent visz magával belőle. Magában. Tehát az, hogy közösség iránti igény, az egy fontos, nem tudom, ismérve egy volt Waldorf diáknak. Tehát, hogy vannak ezek a tapasztalatok, amik így évek alatt gyűlnek, amik visszajönnek egyetemekről, ott tanító tanároktól, hogy mit jelent, honnan tudjuk, hogy valaki egy Waldorf iskolából jött. És akkor nyilván jönnek ezek, hogy azok, akik közösséget kezdenek el teremteni maguk körül, azok, akik kérdéseket tesznek föl, azok, akik úgy fordulnak hozzám, mint mondja egy egyetemen tanító tanár, úgy fordulnak hozzám, mint partnerhez. Ezek mind olyan dolgok, amiket ebből a burokból hozunk, hogy az a viszony, ami egy tanár és egy diák között van, megint kérdés persze, hogy mikor, de hogy egy gimnáziumi időszakban biztosan, ott van egy partneri viszony, ott együttműködünk bizonyos dolgokban, megbeszélünk, bármit meg lehet kérdezni, valamilyen választ fogunk rá kapni. És hogy ezeket az élményeket visszük magunkkal, mint volt Waldorf diákok, de a feladat az, hogy ott működjünk, a saját életünket úgy csináljuk, ahogy az annak lennie kell. Ugye ez nagyon sokszor van, hogy majd ha kilép, hogy a nevezik ez a hideg világ, vagy a kegyetlen világ, ahol már verseny van, és ez nem. Tehát, hogy hogy meg fogja tudni állni a helyét, mert hogy ez volt a burok. De ha nézzük, hogy az ember a fogantatásból kezdve hogy fejlődik, hogy a 9 hónap, úgy tűnik, hogy ebben van egy ritmus. 9 hónap után születik a fizikailag a világra, aztán 7 évesen valami történik, mert fogat vált, és ennek vannak jelei, 14 évesen megint történik valami, mert hogy a nemi jellegek, és aztán tehát a születésnek úgy nézik, több lépcsője van. És ha belegondol, amikor megszületem már a fizikai világra, akkor az már a mi gondunkra van bízva. A természet az első 9 hónapról gondoskodott. Ugye az anya testébe van, melegen úszik. Borzalmas trauma, amikor abból a melegből kikerül. A vizéből a saját magának kell levegőt venni, nem fogja. Hihetetlen sokk éri. Az még nem jutott eszünkbe, hogy nem kéne a csecsemőket erre a borzalmas világ, hogy életképesek lesznek-e. Tehát elkezdeni világítani fénnyel már a mama hasába, hideget, hogy szokja, mert hogy a burokból, amikor kilép, vajon életképes lesz-e? Hát nem, ez agyahagyott. De ezt csináljuk. Miért merül fel bennünk, hogy ha valamit védünk, amíg még nem ért el azt a kort, amikor szabadon ki tud lépni, arra a védelemre szüksége van, hogy megerősödjön. Nem véletlenül van ott az a védelem. És hogy ezt próbáljuk, és ezt gondolom, ha jól csináltuk, akkor valóban olyan képességei lesznek, amivel meg tud születni erre a világra, és valóban ki tud lépni szabadon. Még ha ezt nem teszek, akkor sérülni fog. A világ, ha úgy nézzük, hogy csak szabadon hagynánk, hogy hasonlánk a világ, az betegítene minket. Tehát kell egy védelem, mint ahogy a természet gondoskodik az első 9 hónapról, nekünk nevelőknek, szülőknek és tanáknak kell gondoskodni, addig, amíg ő a saját lábára nem áll. És ezért elengedhetetlen a védelem. Én értem ezt a félelmet, de nem tapasztalom, hogy ez, sőt azt érzem, hogy megerősödve. De ha
akár egy kis világot, ha gondolsz, amíg egy nő, hát muszáj karózni és valamit mejteni, mert nem hagyhatjuk, hogy... És ez kell, ez a burok. Tehát ez tudatosan van, ez a burok. Tehát nem véletlenül van, vagy hogy így kedve, hanem ez kell ahhoz, hogy a gyerek föl tudjon nőni, és meg tudjon erősödni. Nektek volt egyébként ilyen tapasztalatotok, hogy mondjuk nehéz volt, vagy nem tudom, elszigetelve éreztétek magatokat az egyetemen érettségi után, vagy bármilyen tünetei ennek? Nekem ilyen nem volt. Tehát, hogy én amikor elmentem az egyetemre, akkor úgy éreztem, hogy itt jól vagyok. Voltak, értek, tehát értek csalódások, de azok inkább abból adódóan értek, hogy furcsállottam, hogy bejön egy tanár, megtartja az órát, és aztán kimegy. És hogy nincs interakció, vagy hogy nincs, nem tudja, hogy ki vagyok, meg én sem tudom, hogy ő ki. Hanem, tehát, hogy ilyenek vannak, de az, hogy így most borzalmat sírtam volna az egyik sarokban, mert hiányoznak a barátaim, meg az iskola, ilyen nem volt. Tehát hogy én nagyon jól éreztem magam az egyetemen, és igazából nagyon vártam. És én azt gondolom, hogy most már amikor mi diákok voltunk, és akkor mentünk, és szülőkkel beszélgettünk, akkor még volt ilyen, és akkor mindig jöttek ezek a kérdések, és akkor mi nyilván néhány nem voltunk sokan, akik végeztünk itt Magyarországon, Waldorf iskolában, de hogy akkor nyilván a saját tapasztalatunkra tudtunk alapozni, de hogy azért most már nagyon sok osztály végzett, már nagyon sok fiatal ember van ott, meg már nem annyira fiatal, aki Waldorf iskolába járt, és azért nem lógnak ki a társadalomból szerintem olyan, már hogy olyan értelemben, hogy így borzalmasan szenvednének. Miközben vannak közös dolgaink, tehát hogy ezt sem, nekem ezek nagy élményeim az életemben, vannak ilyen pontok, amikor egyszer csak valakivel találkozol, és így érzed, hogy ja, ő is biztos Waldorf iskolába járt, és szerintem vannak ezeket így fel tudom idézni, hogy mik ezek a pontok. Tehát, hogy vannak közös dolgaink, amik hasonlóak, de ez nem azt jelenti, hogy le tudnánk beilleszkedni a mai világba, a társadalomba. Kutatások vannak, hogy a egyetemeken örömmel fogadják a Waldorf iskolás diákokat. Nagyon egyszerű oknál fogva annak idején, ugye Einstein volt, aki először az ETH-n tanított úgy, hogy koedukált volt az előadás. Tehát fiúk, lányok vegyesen voltak. És ő állandóan panaszkodott a tanártársainak, hogy ez nem igaz a rendszer, mert a fiúk nem arra figyelnek, amit ő mond, hanem a lányokkal vannak elfoglalva, akik ott vannak. Mondta, hogy de hát Albert, hát ott az első sorban ott ül az a 8 fiú, aki semmi más nem csinál, csak rád néz. Ja, hát azokat meg nem érdemes tanítani. Mert hogy az teljesen természetes, hogy a lányok érdeklődnek. És ezek a gyerekek, akik valószínűleg gyerekek érdeklődnek az iránt, amit hallanak. És aki tanított már, az érzékeli, hogy úgy beszélni valakinek, hogy az érdekli a hallgatóságot, hát az teljesen más, mint ott üldögélnek, és akkor csak legyünk már túl rajta. Tehát én azt pont azt látom, hogy én azt gondolom, hogy ezt meg lehetne nézni, hogy életre valóbbak a reményeim szerint azok a gyerekek, a Waldorf iskolából jöttek ki, hogy nem az, hogy ebből hátrányuk van, hanem ez segíti őket az életünkben, hát reményeim szerint. Szerintem igen. Legalábbis én magam tapasztalata az az, hogy én már nagyon szerettem volna menni. Nem azért, mert hogy nem volt jó, tehát tök jó volt együtt, de hogy hú, mi lesz ezután, milyen izgalmas, meg tök jól sikerült az érettségi, akkor menjünk, és akkor próbáljuk meg még tovább. És akkor, hogy belevágjak a lecsóba, rögtön koleszos lettem. Tehát nem az, hogy otthonról járjak be, hanem akkor így ott. És hogy nem voltak ott barátaim, hát gyorsan szereztem párat, sokat. És akkor lett nagyon-nagyon jó közösségünk lett. És akkor mellette még ugye eljártunk színjátszózni a régi waldorfosokkal, hogy azért ne veszítsük el egymást, de hogy egyáltalán nincs ez az élményem, hogy a sarokba sírdogálnánk, mert hogy úristen, hol vannak a régi barátaink. És felmerült itt olyan vélemény is, hogy lehet, hogy mondjuk, ha ez inkább a kisgyerekkorban, hogy ahhoz, hogy ne veszítsék el a waldorfos gyerekek a kapcsolódást így a külvilággal, hogy jó, hogyha járnak valamilyen külön órára, vagy valami más nem waldorfos közösségekbe még gyerekként, hogy így legyen kapcsolódásuk a nem waldorfos közösségekhez is, vagy legyenek nem waldorfos barátaik. Erről mit gondoltak? Én szerintem ez így van. Hát most visszaemlékezve a saját gyerekkoromra, nekem nagyon sok olyan baráti kapcsolatom van a mai napig, ami nagyon korán köttetett,
és nem waldorfos. Mondjuk ehhez biztos az kell, hogy olyan legyen a lakókörnyezet, ahol éltem, hogy tudjunk kapcsolódni egymáshoz. Most az én gyerekeimmel ugyanez a helyzet, hogy fél éve nagyon jól döntöttünk, hogy elköltöztünk onnan, ahol nem voltak körülöttünk gyerekek, nem ez volt az indok, de most egy olyan utcában lakunk, hogy a szomszédos három házból, kapásból összejön 10 gyerek, és ők most karantén idején annyira jó, tehát mindenki így várja. Kint vannak már a, nem tudom kik, jó úristen, ott vannak kint, akkor menjünk, anyu, hadd menjek ki biciklizni. Letelt már az órád, igen, igen, ő is már kijött, már befejezte a tanulást, és egyből mennek ki és játszanak, és szerintem ez annyira jó, hogy más iskolarendszerbe jött gyerekekkel is ugyanúgy tudnak kapcsolódni. Hát igazából akkor ilyen módon, tehát nem is nagyon lehetne, tehát szerintem, ha akarnánk se, lehetne elszigetelni, nem a waldorfos gyerekeket, nem waldorfos. De ez reális veszély, mert ez nem csak a gyerekekre, ez a szülőkre is. Tehát, hogyha a szülőként azt veszít észre bármelyik szülő, hogy már gyakorlatilag semmi másra nem tud beszélni, csak a waldorf iskoláról, azt veszi észre, hogy már a régi barátai, a különböző már messziről kerülik, és lesz egy ilyen, és csak a saját körével tud beszélni, azt tudni kell, hogy ez nem a Waldorf iskolából következik. Ez nem. Tehát ez nem egy bezárt és elszigetelt világ kell, hogy legyen. Ennek pont az a lényeg, hogy benne álljon az életben, és kapcsolati legyenek kifelé. Ez régen rossz, hogyha ez történik. És én azt tapasztalom, hogy bizony ez szokott történni, hogy már, és ebben van néha egy ilyen kis felsőbbrendiség, ugye a hülyék, ugye ott, ezért mi tudjuk, hogy mi a, és akkor mi majd így. De hogy ez tévedés, ez nem a Waldorf iskolából következik, nem szabadna bekövetkeznie se a gyerekeknek, se a szülőknek, senkinél. Ennek ilyen értelemben nyitottnak kéne maradni. Szerintem. Közben az is, tehát hogy igen, tehát hogy mi az, ami Waldorf iskola, meg mi az, ami nem. Tehát hogy az fontos, hogy valamire válaszolunk, de hogy ez nem az iskolából következik, tehát nem azért kell, hogy találkozzanak a gyerekek Waldorfon kívüli gyerekekkel, mert különben elvesztik a kapcsolatot, és amikor 20 évesen találkoznak, már nem fognak szót érteni egymással. Nem erről van szó, hanem fontos, hogy legyen kapcsolat a külvilággal, meg a gyerekeknek legyen kapcsolatuk egymással, de nem azért, mert aztán majd később ők nem fognak tudni beszélni egymással, hanem ugyanúgy meg fogják találni a hangot Waldorf iskola után is a gyerekek, tehát teljesen normális. Más gyerekek érkeznek, vagy felnőttek érkeznek ki az iskola végén. Tehát nem azért kell, mert ez a burok annyira bezáródik, hogy szektává ez a szektársodást erősíti, amikor csak egy zárt körünk van, és ott vannak a jó dolgok, és ott vannak a helyes dolgok, hogy ezt nem el kéne kerülni. Tehát ennek teljesen nyitottnak kéne lenni, és tényleg erre figyelni kéne, hogyha ezt veszem észre, hogy eltűnnek a régi ismerőseim, akkor valamit nem jól csinálok. Egy nagyon jó jele ennek, hogy már azt veszem észre, hogy nincsenek. Csak waldorfos körökből vannak. De nincs törekvés erre az iskolában, hogy minél több ilyen ember legyen, aki... Nincs. Sőt, pont az ellenkét próbáljuk mondani mindig, hogy... De ha ez kérdés volt, hogy ehhez kell-e, hogy külön órára járjon, szerintem nem. Tehát, hogy nem az lesz a megoldás. Vagy lehet az is, oké, lehet az is, de hogy nem feltétlenül. Ne ezért járjon külön órákra. Igen. Egy nagyon rossz sportra elmegy, mert megtanulja, hogy van rossz tanár is, aki utálja a gyerekeket. Ne ezért. Még ehhez a témához volt egy kérdés, aztán haladjunk a utolsó témakör felé, hogy Waldorf általános iskolából van-e könnyű átmenet nem Waldorf középiskolába? Külön érdekel a művészeti irányzat. Tehát gondolom, hogyha művészi, de állami iskolába megy tovább valaki, hát... Hát kinek? Hát ez teljesen egyénfüggő szerintem. Tehát, hogy ilyen általánosat nem tudom mondani. De én azt gondolom, hogy mondjuk pont a művészetekben szerintem nehézség nem valószínű, hogy lesz, mert... Tehát van arra tapasztalat, hogy mennek gyerekek el, és tehát én nem érzek semmilyen nehézséget. Nyilván ha van egy felvételi rendszer, aminek meg kell felelni, akkor arra föl kell készülni, mert hogy nem úgy tanultak, meg nem azok a fogalmaik vannak, és nem azon a módon tanulták, akkor annak a rendszernek föl kell készülni, akár általános iskolás, akár mi, de simán meg tudják csinálni, ha akarják és szeretnék. Tehát én ebben nem érzek semmi nehézséget, és amikor meg ott vannak, akkor meg általában ez úgy szokott lenni, hogy én nagyon ritkán tapasztalom, hogy azon, hogy nem megy és nem sikerül. És volt még egy kérdés, ami talán ehhez kapcsolódik, bár a következő témakörhöz érkezett, hogyha a gyermek csak egy életszakaszában járhatna Waldorf intézménye, melyik lenne a legfontosabb? Óvoda, általános iskola vagy középiskola? De hát ezt azért nem lehet, mert nem tudták, hogy nagyon jó tanítónénik vannak, nagyon jó óvónénik vannak, akik, tehát hogy
Ez nem attól függ, hogy... De nyilván, amikor az ember... hogy a gondolkodásában a legtudatosabb, az érzésében már kevésbé, tehát ha azt mondom, hogy gondoljunk egy almára, azt meg tudjuk tenni. Hosszabb, rövidebb ideig. Az, hogy most legyél hihetetlenül vidám és optimista, hát az már úgy kicsit nehezebb. De ugye most akard is, amit meg akar, és most ezt azt meg, hogy a fenébe akarjam. Tehát ez nagyon nehéz. De az alapjai ezeknek az akaratnak a kisgyermekkorban rakódik le. A következő szakaszban megy megint másik. Bizonyos szempontból akkor lehet a legjobb az óvodáskor. De vannak, akinek pont abban erős, és neki pont a közép, vagy a általános kéne. De van, akinek pont fordítva, és kinek a középiskola. Tehát ilyen nincsen, hogy... Tehát ez annyira individuális, hogy ezt nem lehet azt mondani. Én azt gondolom, bármennyi időt is töltött a Waldorf iskolában, az jót tesz általában neki. És sokszor az is érdekes, hogy nyoma van. Tehát, hogy vannak olyan nok most már, akik szülőként térnek vissza az iskolába, úgyhogy csak egy bizonyos szakaszát töltötték az iskola idejüknek a Waldorf iskolában. Tehát, hogy ennek szerintem van így nyoma, de hogy mi a legfontosabb, azt én nem tudom. Akkor az utolsó kérdéskör, bár igazából ez lehet, hogy egy kicsit költői kérdés, mert nagyjából erről szól szerintem az egész beszélgetés, de az antropozófia ismerete, hogy mennyire fontos az, hogy a szülők ismerjék a Waldorf mögött meghúzódó szemléletet, a mi érteket mondjuk, amiről beszélgettünk is, de nyilván ez most ennél mélyebben is felmerül a kérdés, illetve Waldorf tanárként ezt mennyire kell ismerni, milyen mélységben, és mennyire kell ezzel azonosulni. És ennek kapcsán voltak kis konkrét kérdések, hogy van, aki mondjuk elfogadja pedagógiát, meg az iskola által kívánatosnak tartott otthoni életmódot, de ateista. Hogy akkor ő járhat-e Waldorfba, vagy ez mennyire ütközik. Tehát ilyen kérdések is felmerültek, tehát hogy ez mennyire kell ismerni, és mennyire fontos, hogy ezzel tudjon azonosulni szülő, vagy akár tanár. Érdekes kérdés, mert na jó, nem, hogy hát tanárként szerintem nem kérdés, hogy tudni kell a hátterét annak, ami... Úgy értem, hogy van, aki módszerként tekint rá, mint Waldorf módszer, de hogy ugye ennél jobban is lehet a akkor szerintem térjünk vissza, tekinteni. Akkor én oda térnék vissza, amit az Otto mondott az elején, a szeretetre meg a megismerésre. Tehát, hogyha és már pedig én azt gondolom, hogy az egyik titka a Waldorf iskolának az, hogy a tanárok milyen figyelemmel és ezzel a megismerési vágyal vannak jelen a gyerekek között az iskolában. Ez nem módszertani kérdés. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy én most megtanulom, hogy tudom ezzel a belső szeretettel és megismeréssel fordulni a gyerekekhez. Én ezt már tudom, úgyhogy akkor Waldorf tanár leszek. Hanem ez egy folyamatos munka, egy folyamatos belső munka, amit az ember magában hordoz, és ezzel a munkával, ezt jelenti a munkánk igazából, ami persze innentől kezdve már nem munka, hanem életforma, de hogy ezt jelenti a Waldorf tanárság. Tehát, hogy ez nem módszertani kérdés. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy a Waldorf iskolában tanár dolgozik, az eldöntötte, hogy az életében ő ezt a megismerési utat szeretné járni. És ez a döntése. Ettől Waldorf iskola, és nem egy másik alternatív iskola, mert ezerféleképpen lehet a világot megismerni. De akik Waldorf iskolában vannak, azt gondolom, ez egyetlen definíciója, eldöntötték, hogy ők ebben az életükben ezt a megismerési utat szeretnék járni. És egy hosszú út, amin folyamatosan járunk. Ilyen értelemben ez nem metodikai iskola, hogy megtanulom, hogy kell tanítani az A betűt, és akkor már Waldorf tanár vagyok. De ugye, olyan értelemben viszont metodikai iskola, hogy nem akarja az antropozófiát terjeszteni és tanítani, hanem csak azt, amit ebből a megismerésből leszült, az alapján akarja a gyereket nevelni, hogy ő megtalálja a saját útját, a saját sorsát, a saját vallását, mind a saját gondolkodásmódját. Ilyen értelemben nem egy, mint egy egyházi iskola, hogy azt hozzá kapcsolná, hogy akkor ebből következik, hogy a szülőnek ehhez semmi köze, vagy hát ilyen értelemben eldönti, hogy ő neki ezt mond valamit, vagy nem. Ő neki azt kell jelenteni, értelmesen én azt mondom, hogy már pedig te döntsd el, és ne bízd a gyerekre. És ezt megérti, hogy miért ehhez van köze. Ahhoz, hogy
hogy antropozófia, ahhoz neki nincs köze. Tehát ő lehet ateista, buddhista, iszlamista, bármilyen vallású lehet, bármilyen világnézete lehet, ez nem befolyásolja azt, hogy ő szülőként ott, de abban egyet kell értenünk, hogy a gyerekkel mit kéne csinálni. Ezek pedig konkrét dolgok, és nem ilyen megismerési kérdések. Igen, nem, most csak hogy szülőként tudok ehhez most így hozzászólni, hogy szerintem az egyetlen ilyen lényeges hozzáállás a szülőtől a tanár felé az a bizalom. Ennyi, mert igazából sokan úgy jönnek most már, úgy adják be a gyereküket Waldorf iskolába, hogy azért utána olvasnak, meg érdeklődnek nyilván a téma iránt. Hozzáteszem, nagyon sokan vannak, akik csak valami alternatívát keresnek az állami oktatás helyett. De akik tényleg érdeklődnek, ők szoktak olvasni sokat a témáról, és itt megint azért bejöhet az idő kérdése, meg a tapasztalás kérdése, hogy igazából, tehát ezt így lexikálisan szülőként felfogni, hogy miről van szó, nem biztos, hogy lehet. Teljes képet biztos, hogy nem ad. Tehát ezt igazából csak megélni lehet, szerintem. Mondom ezt én úgy, hogy 13 évig Waldorf iskolába jártam, és akkor, amikor jártunk, szerintem egy betűt nem olvastunk Steinertől, szerintem tuti. Ez fontos, hogy a bizalom kérdése, mert ez nagyon sokszor félreérthető, vagy félreértik, mert hogy a tanárok is csinálják ezt, hogy én úgy tudok dolgozni, ha bíztok bennem. Ne szólj bele, tehát ne érdekel, bíz bennem, mert én csak úgy tudok dolgozni. De ez teljes félreértés szerintem a bizalomnak. A bizalom a két felnőtt között abban van, hogy mi abban bízunk, hogy minden köztünk fölmerülő problémát közösen meg fogunk tudni oldani a gyermek érdekében. És nem az, hogy hallgass el, minden lehet, hogy te nem érted, hogy miért történik az. Kérdésed, beszéljünk, és abban bízunk, hogy meg fogjuk tudni oldani ezeket a problémákat, amik köztünk fölmerülnek. Nem szabad bezárkóznunk, és várni, hogy hidd el, hogy jól van az, amit tudom, de még ezt nem érted, én már értem. Ne szólj, tehát én bíz bennem, én tudom, hogy mit csinál. Ez nem így működik. Szerintem. És nagyon sokszor így értjük a bizalmat, de a bizalom nem ez. És az se kevés, hogy mi abban bízunk, hogy bármi fölmerül köztünk, azt meg fogjuk tudni oldani. Mert hogy nagyon sokszor elfelejtjük, hogy mi azért vagyunk, mert a gyerek ott van. És mindent, amit csinálunk, azt a gyerekért tesszük. És ez eltűnik közülünk. Szerintem, ami fontos, vagy amivel egy szülő találkozik az iskolában, a szülői esteken, az igazából az a Steiner által felvázolt emberkép. Tehát, hogy az, ahogy mi a gyerekekre nézünk, amikre most hivatkozott az Otto többször is, amiről beszélünk, az, hogy mi hogyan látjuk a gyereket. Miket látunk benne, mit látunk, ami egy adott osztályfokon, egy korosztályban éppen történik a gyerekben. Hát ez megjelenik egy szülő számára. Minden, igazából minden szülői esten, hiszen ezért épül fel úgy a tanterv, ahogy fölépül, hogy a gyerekek igényeit, mi általunk tudott igényeit kielégítsük. Igen, de ezt viszont a tapasztalat, tehát nem meg lehet erősíteni, hogy valóban így van, ha megfigyeled. Tehát, hogy ez nem így valami, hanem ezt, ha igazán megfigyeled, akkor ezzel vagy egyet tud, vagy nem, de azt lehet tapasztalni. Tehát nem egy ilyen elvont valami, hanem ez egy tapasztalati dolog, amin végig tudsz menni. Igen. És igazából ezt kérjük a szülőktől. És igazából Steinersek. Tehát, hogy nekem ez egy nagyon fontos mondat volt a tanárképzésen, amit Vekeri Tamás mondott mindig, hogy nem kell elhinni, nem kell semmit csinálni, hanem hallgassuk meg, és gondoljuk azt, hogy ez így is lehet akár. És hogy igazából szerintem a szülőknél is ez van. Tehát, hogy amikor mi hivatkozunk valamire, azt mondjuk, hogy 9 éves korban történik ez és ez és ez, és éppen elérnek abba az időszakba, amikor a Rubikonon átnépnek, stb. Járjatok nyitott szemmel, és nézzétek meg, hogy mi történik a gyereketekben. És akkor ez egy valami, amit odaraksz, de nem kéred, hogy higgyen benne, vagy nem kéred, hogy, hanem csak gyűjtsük hozzá a tapasztalatokat közösen. Én is gyűjtöm, mint osztálytanító ezeket a tapasztalatokat, mert figyelem a gyerekeket. De én nem gondolom, hogy a szülőknek bármilyen módon antropozófiával kell foglalkozni, különben nem tudnak Waldorf szülők lenni.
semmi. Viszont szerintem az reális veszély, hogy maguk a Waldorf iskolák metodikai iskolává válnak, és kihal belőlük ez a fajta erőfeszítés, ez a fajta nézőpont, hanem egyszerűen megmarad egy metódus, és eltűnik mögül a szellem, és abban a pillanatban ez eltűnik, és nem lesz Waldorf iskola. Ez egy reális veszély szerintem, mert hogy vannak ilyen tendenciák az én tapasztalatom szerint, de hogy ez az, ami a lelke, tehát enélkül viszont a tanároknál ez nem igaz, ott muszáj, hogy ez élő tudjon maradni, és általában is szerintem az a kérdés, hogy tud valami, ami az antropozófia is, hogy nem a fejnek szól, hanem hogy tud ez a fejből lejutni a végtagokig. Tehát hogy lehet, hogy nem nagyszerű ismereteim vannak a 9 éves korról, az ételtestre, hogy jut ez, hogy én akkor ennek megfelelően cselekszem. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, és ezt is jelenti, hogy ez elvágódik a cselekvéstől, és marad egy fogalmi szinten, és marad egy metódus. Ez szerintem a Waldorf iskolák túlélése, vagy nem túlélése, hogy mi fog történni velük, hogy ezt sikerül-e elevenen tartanunk, vagy nem sikerül, és lesz belőle egy metodikai iskola, amikor tudjuk, hogy első osztályban ezt kell csinálni, meg azt kell csinálni, de már nem tudunk. Ugye, mert az igazi célunk az lenne, hogy a tantervet ugye a gyerekből olvassuk le. Hogy minél kisebb, hanem látjuk, hogy neki mire van szüksége, és ehhez egy megismerési erő kell. És nekünk ez a megismerési erőt ez az antropozófia adja. És ha ettől elvágjuk magunkat, akkor már csak azt tudjuk, hogy a könyvben mit írnak, hogy mit kell csinálni egy 9 éves gyereke, és ez tragédiája szerintem a Waldorf iskolának, de ez a veszély szerintem reális. Nem tudom, hogy ti hogy tapasztaljátok, de... Így, de szerintem ebben ez a fontos, hogyha ez a belső keresés nincsen jelen folyamatosan, akkor megmaradunk a tantervnél. És akkor már tényleg, akkor onnantól kezdve metodikai lesz, hogyha meg ez a belső keresés megvan, ha tényleg abból táplálkozunk, ami a gyerek, akkor ez egy változó pedagógia, tehát hogy nem biztos, hogy ugyanezt fogjuk csinálni 100 év múlva. Steinernek a meghatározása, hogy ki az antropozófus, azt mondta, hogy az, aki úgy vágyik az igazság után, mint az éhség, olyan érzésben az igazság után vágyik, mint az éhség, nem tud más csinálni, csak keresni akarja az igazságot. Ilyen egyszerű megfogalmazása van. Nem ezt vagy azt akarja megtalálni, hanem az igazságot akarja megtalálni, és ha azt nem adja föl, akkor antropozófus. És szerintem ez abszolút így van. Tehát az igazságot keresik, hogy valóban így van, és akkor ez nem maradhat ugyanolyan. Tehát ez egész biztos, hogy másmilyennek kell lenni. Mint hogy annak is másmilyennek kell lenni, és azt mondom, hogy az egyik első osztályod se olyan lesz, mint a másik osztályod, tehát nem csinálhatod ugyanazokat, mint az előzőben csináltad, és így tovább. És egy vidéki iskolának a teljesen másképpen kell működni, mint egy városi iskolának. És hát, hogy ezeket tudjuk sorolni. Igen. Ha akarjuk, nem lesz a akarjuk. Igen. De és mennyire tapasztalatok hogy érdeklődést ezek iránt, a kérdések iránt, mert azért, tehát ha jól sejtem, akkor az mégiscsak egy segítség, mert nyilván a gyereknek is fontos, hogy ha otthon is hasonló törekvések legyenek, vagy hasonló szemléletben neveljék, mint az iskolában nyilván. Tehát hogy az hasznos, hogyha valakit ez érdekel, akkor ennek utána tud menni. De tehát, hogy ezt, ha jól értem, akkor akinek ez nem szimpatikus, vagy más, teljesen más a világképe, de tud azonosulni azzal, amit egy Waldorf pedagógia ad, az jó, de nyilván az valószínűleg segíti a tanárok munkáját, hogyha vannak, akik meg törekednek afelé, hogy megismerjék. Tehát, hogy ez tulajdonképpen a Waldorf pedagógia, tehát ezen keresztül ők is lehet lehetőségük ezt megismerni valahogy szülőként is. Igen, de hogy nem az az elvárásunk, hogy antropozófusok legyenek, vagy antropozófiával foglalkozzanak. És aztán persze innentől kezdve meg egy kicsit sikamlósabb területre érkezünk, mert igazából szeretnénk, hogy viszont hogy érzés szintjén meglegyen az a hozzáállás, ami mondjuk egy ünnepnél van. Tehát, hogy bele tudjon simulni egy szülő egy ünnepbe, bele át tudja venni annak a hangulatát, és mondjuk, ha adott esetben, ha benne olyan ünnep van, mondjuk a karácsony, ami aztán igazán otthon történik meg, akkor az ne rombolja szét azt, ami az iskolában történik. De ez nem kell antropozófusnak lenni, vagy nem kell antropozófiával foglalkozni. Az, hogyha valakinek teljesen más a világképe, az se baj. Az a kérdés, hogy a gyerekről, mert a gyerekről van szó, hogy a gyerekről az ő elképzelése és a gyerek igényeinél hasonlóak-e az elképzeléseink. Ha hasonlóak, az tök jó. Akkor tudunk együttműködni, akkor fogjuk egymást érteni.
nem ugyanolyan világképű emberek üldögélnek a Waldorf iskolákban, sőt, mindenféle világképpen rendelkező emberek lehetnek ott. A világ minden táján vannak Waldorf iskolák. De az, hogy a gyerekről mi szülők és tanárok hasonlóan gondolkodjunk, az nagyon fontos. Tehát, hogy ez az érzés, ez a hozzáállás a gyerekhez, ez meglegyen. Mert különben, ha két otthon és az iskolában más történik, akkor több a kár, mint amennyi a haszon. Ezért nem szabad elfejteni a gyereket. Tehát a gyereket kell néznünk, és lehet, hogy eljön egy pillanat, amikor azt mondjuk, hogy mivel annyira más gondolunk erről a gyerekről, ezért nem tudunk együtt dolgozni. Nem arról van szó, hogy mit csináljuk jól, és te meg rosszul, hanem egyszerűen, ahogy mi most látjuk, az nem jó a gyereknek. Tehát ezt így nem érdemes tovább csinálni. És ez lehet, mert hogy a gyereknek ez rossz, hogyha teljesen más történik. Tehát olyan, mint ha szétszakítanád, mint ha húznád. És egy adott pontban azt kell mondani, hogy akkor ez így nem megy. De hogy azt szerintem akkor is fontos, hogy nem arról van szó, hogy akkor te nem jól csinálod, hanem egyszerűen mi ketten együtt ezt nem tudjuk jól csinálni. A gyereket látom, hogy nem jó neki. És akkor azt mondjuk, hogy akkor keressünk egy másikat, el kell válnunk, mert nem jó a gyereknek. Tehát ha mondjuk, mondok egy példát, tehát hogy lassan tanítjuk a gyerekeket írni, olvasni, ahhoz képest lassan, ahogy az állami iskolában tanulnak. Ez a mi tempunk. Ha ezt egy szülő érti, elfogadja, akkor ezzel együtt tud élni. Ez jól működik. Akkor ez a gyerekben ugyanazt történik, ugyanazt kapja otthonról a szülőtől, mint amit kap az iskolában. Ha ezt a szülő nem tudja elfogadni, és úgy érzi második osztályban, hogy ez a gyerek még igazából nem tud elég jól, és elkezdem otthon kicsit tanítani, vagy gyakorolunk kicsit, játékosan, de gyakorolunk, akkor itt valami nem találkozik a két világban, valami nem találkozik a gyerek két világában, mert ebben a kettőben mozog, iskolában, meg családban. Akkor ott egy olyan feszültség van, ami káros. Tehát amikor egy gyerek két nagyon fontos szereplő, egy osztálytanító és a szülő között nem érzi az összhangot, akkor ott több a kár, mint a haszon. Kicsit talán ez kapcsolódó kérdés, ami érkezett még hozzánk, hogy mi van, ha csak az egyik szülő tud azonosulni a Waldorf pedagógiával, míg a másik, zárójelben programozó, egy sokkal inkább életre nevelő iskolát szeretne, amiből egyenlő esélyekkel tud majd beszállni a munkavilágának ringjébe. Erre tudtok-e valamit javasolni? Nem, mert mi azt gondoljuk, hogy egyenlő eséllyel száll be, sőt. De hogy szerintem az is nehéz, de az nem iskolai probléma. Tehát az, hogy a két szülő másképpen gondolkodik arról, hogy épp ezért szoktuk mondjuk egy jelentkezésnél mind a két szülőt, jó, ha látjuk. Tehát hogy lássuk, hogy mi történik, ha ebből már otthon feszültség van, akkor ez nem biztos. Tehát nyilván az lenne jó, hogy egyszerűen tudjanak róla, hogy ez, és a gyereket látom, tehát én, ha ez neki nem okoz problémát, úgy tudják ezt kezelni a szülők, hogy ez neki nem probléma, akkor nem probléma. Hogyha viszont látok valamit a gyereken, és elmondom, hogy szerintem ennek például az az oka, hogy ebből ti nem tudtok, de ez a ti dolgot, az ő dolguk, mint felnőttek, hogy ezzel kezdjenek valamit, hogy az egyikőjük ennyire nem, és nyilván egy programozó apuka is, hogy meggyőzhető, vagy tehát nem meggyőzhető, hanem lehetnek tapasztalatai, ami alapján ez változik. Ha nem változik, és azt látjuk, hogy a gyereknek nem jó, akkor ez az a helyzet, amikor azt mondjuk, hogy akkor lehet, hogy meg kéne próbálni egy másik iskolát, és akkor hát, ha... De ez nem attól van, mert programozó. Nem attól van. Tehát nagyon jó programozó apukák vannak az iskolában. Igen. Teljesen kompatibilis. Meg nagyon ateisták is. Tehát ez nem függ attól, hogy... Az lehet, hogy a véleménye az a Waldorf iskoláról, hogy nem egyenlőségek, nem tanul eleget, és így tovább, tehát hogy akkor mi lesz az egyetemmel, de hogy ez nem szakmafüggő, hanem ez szokott ilyen lenni. Köszönöm. Még voltak ilyen könyvvel kapcsolatos kérdések itt is, hogy milyen könyvet érdemes olvasni a szülőknek, hogy jól megismerjék a Waldorf pedagógiát, szellemiséget, elveket, de akkor majd ehhez is majd tőletek kérek a végén egy-két ajánlást, és akkor ezt majd a videó leírásába beletesszük. És akkor szerintem ennyi fért bele mai beszélgetésbe. Szerintem nagyon tartalmas volt, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm a gondolataitokat, tapasztalataitokat, és köszönjük a nézőinknek is a figyelmet, és ha tetszett a beszélgetés, és szeretnétek, hogy hasonlókat szervezzünk még, akkor tudtok minket támogatni, ezt a videó alatt a leírásban megtaláljátok,
és szeretném a figyelmetekbe ajánlani a következő programunkat, ami április 3-án élőben kerül majd közvetítésre. Ez a húsvéti ünnepkör beszélgetés lesz. Tehát a húsvéthoz kapcsolódóan folytatjuk az ünnepkör rendezvénysorozatnak a beszélgetéseit. Úgyhogy akit érdekel, várunk majd áprilisban is. Részleteket a frissen elkészült honlapunkon találtok, a matprojekt.hu-n, illetve a Facebook oldalunkon, és kövessétek az oldalunkat, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és köszönjük szépen a figyelmeteket, és köszönjük, hogy itt voltatok. És köszönjük szépen.